akar. Na, sziasztok! Hát, mint ahogy látjátok, most egy olyan előadónk lesz, aki még nem volt nálunk, mert ugye nekem van egy olyan gondolkodásom, hogy adjunk teret mindenkinek, akinek van olyan gondolata, amivel tovább lehet lépni, illetve fejlődni, illetve hasznosak. És akik ti ismertek engem, nem úgy csinálom, hogy én a régieket elfelejtem, mert minden régi előadót vissza szoktam hívni, illetve lehetőség van mindig új gondolatokat elmondani. De egy szellemi műhelynek az is a lényege, hogy kinyitja jobban az ajtót azoknak is, akiknek nagyon sok jó ötletek van, nagyon sok jó gondolatok van, írásuk van, esetleg könyvük van, megtapasztalásuk, akár médiumi. Viszont nem kap teret sehol, hogy meg tudja ezt osztani. Na most ez az a hely, ahol ezt meg lehet, és én igyekszem is ezt a megosztást úgy biztosítani mindenkinek, hogy ülj ide, mondd el, és erre egyre többször fog majd sor kerülni, hogy el lehessen mindenkinek mondani, amit szeretne. Nyilván előtte beszélünk egy keveset, hogy mi legyen a téma, hogy illesszük be esetleg olyan napra. De nem tartok semmi megkötést, egyetlen egy megkötés van a gyűlölködés, meg huszítás, meg mindenféle agymenéses dolgok, ami ma nagyon divat, ami azért nagyon divat, mert egybites a ma, amire van hangolva a legtöbb ember, de ebből szeretnénk kicsit kilépni. És én viszont azt szeretném mindenkinek csak üzenni, akinek ötlete van, bármi van, nyugodtan álljon elő, hívjon föl, mondja el. Mert minden olyan dolog, amit a saját magatok életében megtapasztaltatok, az már tudás. Tehát nem az a tudás, amely könyvből elmondod, az a tudás, és felolvasod, és akkor majd milyen nagy király vagyok, hanem az a tudás, amit a saját tapasztalatodból fogsz elmondani, mert ahhoz lehet kérdezni, mert az mindig jön. Ugye ez a legfontosabb. És mi lehet ma nagyon fontosabb téma annál, mint hogy ilyen környezetben vagy, mit teszel, mit iszol, és hogy élsz? Na most, nekem az a abszolút a véleményem, hogy minden megváltoztatható egy pillanat alatt, és nem több. Csak a döntés az meg kell legyen az adott emberben. Minden döntés halogatása a megváltoztathatónak a továbbhalasztása. Csak egyre több lesz benne a keserűség, és egyre több lesz a nagy hiány, amikor rádöbben arra, hogy mi mindenről maradtam le. De üzenem, soha semmiről nem maradsz le, mert minimum kétszer annyit kéne éljél már most, mint amennyi idős most vagy. És itt most az idősebb korosztályra gondolok. Ezt az idősebbre. Tehát nem betegség van, hanem elfogadott dolog. Az, amikor elfogadjuk születésünk pillanatában, hogy ez leszek, meg így leszek, meg úgy leszek, gyakorlatilag be is stokiztuk oda, mindjárt meg is terveztük a magunk kalitkáját. És az univerzumban nincs olyan, hogy halál, meg élet, az folyamatosság van, csak egy újabb-újabb megtapasztalási mód. Na ezeknek a jelenlegi megtapasztalások, amit most 3D-ben itt a Földön tartunk, ennek egy nagyon fontos része, hogy jobb körülményeket teremtsünk magunk között. Miután a külső világ, ami jelenleg leuralja a bolygót, nem alkalmas arra, hogy ezt biztosítjuk, tehát önmagunkkel megtaláljuk azokat az embereket, akik segítenek azokba az életformákba, azokba a dolgokba, hogy találja meg mindenki igazából önmagát. És csak önmagát tudja megtalálni. Tehát soha senkinek nem fog tudni semmi tovább segítséget adni, ha önmaga nem határozza el, hogy most pedig akar. És ez a elhatározás pillanata lesz az ő újragondolásának a pillanata az életének. És ezekben a újragondolásos pillanatok utáni időben lesz óriási szerepe azoknak az előadóknak, akik bármilyen témában itt megszólalnak, segítenek, továbbépítő gondolatokat adnak, sőt, mi több, pozitív irányba tekintő gondolatokat adnak. Mert én úgy látom, itt nem arra szól a dolog, hogy legyél depis, hogy lesz még betegebb, hogy legyél még hülyébb, hogy legyél az egyétből félbites, hanem arról szól, hogy ne félj az élettől, mert az élet neked van kitalálva, csak nem vetted észre. És ezeknek a legnagyobb tudója azok, akiket ide leültetek, hogy ők már megtapasztalták, akár saját életükbe, mint ahogy hallottuk az előbb is, hogy éppen itt van mellettem Szilvia, aki a saját életében megtapasztalt, hogy tudja magát fölépíteni arra a szintre, hogy már el tudja mondani, mert hiteles az, aki már túl van rajta. Na, csapjunk is. Számomra a leghitelesebb mindig az, aki megtapasztalta. Tehát könyvekből sok van, nekem is van több ezer fő. Sok van. De abból mennyi az, amiben te voltál? Már pedig, hogy valamelyikben voltál, biztos,
Mert nem ma vagy először. Úgyhogy egy ilyen megtapasztalásnak lesztek most a tanulói, és fogadjátok nagy szeretettel Sebestyén Szilviát, aki először van nálunk, és biztos vagy benne, hogy nem utoljára. Nagyon-nagyon. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő meghívást, hogy itt lehetek közöttetek jelen. Szerintem tegezzük egymást, fiatalok persze vagyunk. 67 éves leszek májusban, tehát valahogyan, hogy látom itt, már egyre jobban van olyan társaság, hogy nem én vagyok a legfiatalabb. Tehát nyugodtan tegezzük így egymást. És tényleg egy megtapasztalásról van szó. Tehát az élet az életszerű, és a táplálkozás tudomány egy olyan tudomány, ami gyakorlati tudomány. Tehát elfogyasztom, megtapasztalom, és így meg is tudom tanulni. Tehát én 46 évesen voltam nagyon súlyos beteg, ugye elmondhatom, mint hogy ma elég gyakori, ugye ez a kolitis ulceróza sokaknak, ugye véres széklettel van, a reflux vagy gasztritis, gyomornyálka hártya gyulladás, meddőség, endometriózis, ugye ötterhességből egyélő kislányom van, hát nem vagyok ilyen nagyon, tehát elmondtam régen 18 éves, és a lányom most 28-29 éves, tehát próbálkoztam, de hát tényleg rettenetes egészségi állapotban voltam, krónikus arcüreggyulladás, migrénes fejfájás, reggeli krónikus fáradtság, ez az érzelmi ingadozások, tehát minden, ami ma mindenkivel előfordul, ami elő is fordulhat, meg még az ellenkezője is, és lett egy olyan szerencsém, hogy ugye nekem a környezetemben vannak zenészek, és korábban én is egyébként voltam zongorista, zenetanár, népművelő, sokféle tehát ezzel is foglalkoztam, de tényleg cégem volt, és ezek a zenészek, ezek mindig fiatalok voltak, mindig jókedvűek voltak, mindig jól néztek ki, mindig kortalanok, és amikor Las Vegasban voltam, láttam, hogy ez egy külön idézőjelbe, olyan embertípus, akik olyan, mintha soha nem öregednének, vagy nagyon méltósággal tudják az idő múlását viselni, kulturáltan, intelligensen, és hát ott mindenki a Hippokratesz görög orvosnak a makrobiosz, azaz makrobiotika tudását alkalmazza a táplálkozással, mert ugye a Hippokratesz görög orvos ugye azt vallotta, hát így működik az ember, egyszerű, mint a faék, hogy amit eszek, ugye abból van a vérem, ugye abból lesznek a sejtjeim, ugye a sejtek azok mindig elhalnak, új sejtek keletkeznek, és hogyha megváltoztatom azt az ételt, amit elfogyasztok, akkor az egész testemet le tudom cserélni. És most már 20 éve azt teszem, hogy én döntöm el, hogy milyen akarok lenni. Nem hibás sem az anyósom, sem a szomszédom, se senki. Én döntöm el, hogy mi az, amit szeretnék magammal, és mindig az felelős a család és a környezete egészségért, aki az ételt ugye az asztalra teszi, de ugye annak nagyon sokféle hatása van, és ezt a tanulmányaimat Amsterdamban végeztem, ugye makrobiosz, tehát makrobiotika tanulmányt, ugye így van, tehát ez egy görög szó, nem egy ilyen angolos modern szó, mert már mindenki ugye ezt az angol nyelvet így tolja. Tehát, és ugye Hippokratesz arról volt híres, hogy ő az okok megszüntetésével tudott gyógyítani. Ugye ez azt jelenti, hogyha itt mondjuk, itt van ugye a vastagbél egyes pont, ugye, és ha valaki ment hozzá, van egy seb, és nem akar meggyógyulni, akkor nem azt csinálta, hogy adok egy kencét, bekenem, hanem fogta, meggyógyította a vastagbél fölfelé leszálló mindenféle ágát, ugye ott is jobban megvizsgálta a vizuális diagnózissal, és tudta, hogy hol van neki, milyen bélszakaszon, milyen hurutos gyulladt állapot, az meggyógyult, és akkor ez pedig elmúlt. Ugye? Tehát ő az okok megszüntetésével gyógyított. Na természetesen ez nem futószallagon megy, mert amikor jönnek hozzám is, tegnap is voltak, hát nem, tehát legalább egy fél óra, egy órán keresztül kellett az összes kórelőzményt gyerekkorától végigbeszélni, hogy a mai állapotához mi vezetett. És bizony már gyerekkorban mi döntjük azt el, hogy ugye milyen állapota lesz a gyereknek. Én óvodába is mentem, ugye Magda a Gyerekekért Közcélú Alapítványnak vagyok a vezetője, és díjmentesen tanítottam a
szülőket arra, hogy mit tegyen a gyerek, mert egy-két gyereken láttam, hogy neki 40 évesen hogyan fog az infarktusig eljutni, ugye először csak túlsúly, hogy lesz magas vérnyomás, hogy lesz diabetesze, tehát így ezt már gyerekkorban letesszük, holott megvolt nekünk az a tudásunk, hogy itt a Kárpát-medencében, Kárpát-medencei alapanyagból milyen ételeket készítsünk, amitől egészséges generációk nőnek föl. Tehát például itt van ez a professzor dr. Nyisztor Tinka, a magyar néprajzkutató, a magyarok táplálkozás kultúrája műveibe, ugye érdemes ezt a munkáját elolvasni neki, ugye ő Moldvába született, eljött Budapest, elvégezte ezt a képzést, és akkor lett magyar néprajzkutató, és a magyar táplálkozás kultúrát megírta úgy, hogy amit ők ott fogyasztottak, és milyen szokásaik, milyen érzelmeik voltak, hogyan élik az életüket, leírta. Mint egy jegyzőkönyvbe. És bizony, a magyarok gluténmentes gabonakásával és sós leveskével kezdték az életüket. Ott nem is volt refluxos. Írtam is ugye 25 könyvet, az egyik a reggelik receptes könyve, ha így indítod a napot, akkor neked nem lesz ilyen panaszod. Nem tud kialakulni. Hát akkor nem is akarok így az elején már részletekbe bemenni, elmondom a lényegét, és akkor utána szépen be tudunk menni a részletekbe, és én hoztam ételeket, és az ételnek az aránya, meg az alapanyagok, amik ebből vannak, ugye hogyan készítem el, mi mire jó, hogyan. Tehát a mai világban, ugye amikor már elfelejtettük a régi természetes ételeket, mert ma minden feldolgozott, megveszem, és akkor csak mikróba, nem tudom ki hova teszi, és akkor kijönt, ezt már 3 perc múlva eszi is, mert nincs időnk, tudod, mivel van már porszívó, mosógép van, meg gomnyomás, a meleg víz, meg minden, és hát nincs időnk, ugye? Na és akkor ezt így... egyszerre kell használni. Ja, persze. Egyébként ezek az ételek olyan egyszerűek, hogy fölteszem ugye az ételemet, hogy megvan a levesem, a főfogásom, a fehérjém, a desszertem, ugye 4 lángra fölteszem, reggel elvégzem a dolgomat, visszamegyek, elzárom és készen van. Tehát így van, és egyébként langyos vízzel el lehet mosogatni, mert nincs benne olyan anyag, amitől, hát ugye egészség kihíváson van, amitől az ember undorral mosogat el. Ez is egy érdekes dolog, hogy az emberek nem szeretnek mosogatni, és régen én se szerettem, és mert olyan undorodtam tőle, de nem tűnt fel, hogy azt meg megettem. Azt persze 46 éves koromra ugye össze is omlottam, ugye? Most meg hát nekem nincs ezzel probléma, hogy hát úgy hagyok mindig mindent ott, hogy rendben van, és tisztaság van, hogy mindig jó energiáim legyenek. Na, akkor átülök ide, jó, Miklós, hogy itt ez kényelmesebb legyen, mert itt vannak az én prezentációs anyagaim. Tehát a lényeg az, hogy mit jelent az, hogy kiegyensúlyozott étkezés, hogy energetikailag középpontba menjünk. Tehát így vagyok középpontba, érzelmileg, fizikailag stabil vagyok, nyilvánvalóan nincs ilyen tökéletes állapot, hogy mindig így legyek, mindig egy kicsit hol ide megyünk, de átmegyünk a középpontba, hol balra, hol jobbra, és azért mindig a középpont közelébe vagyunk. Viszont a mai ételek, nézzük meg, hogy milyenek energetikailag. Ugye a húsfélékhez nagyon könnyen hozzá tudunk jutni, mert ipari állattenyésztés miatt dömpingben van. Én amikor kislány voltam, hát akkor még nyillan lőttek, annyira régen volt, ugye, de hétvégén ettünk ugye húst, ugye, és akkor volt fizikai aktivitás, mert azért nem gombnyomásra működött úgy az élet, mint ahogy most. Ugye az én fát vágtam, és a kazánba begyújtottam, és akkor úgy lett a központi etás fűtése, úgy lett meleg. Ugye volt egy zongora, egy Bösendorfer zongora, úgy volt, de volt mindenünk, fürdőszoba, hintaágy, pingpongasztal, minden, ami kellett, a maradék építőanyagból volt jó kis medence, tehát itt kulturált körülmények között úgy épült, nőttem föl, de megvolt a maga fizikai aktivitásunk a kertbe, az iskola az 1 kilométerre volt tőlem, tehát 1 kilométert oda, meg vissza, tiszta levegőbe, persze jöttünk, mentünk. Tehát lényeg az, hogy a középpontba maradás azt jelenti, hogy energetikailag középpontban lévő ételeket fogyasszak. Az a sok hús, amikor nincs fizikai aktivitás, tehát nem vagyok 10-12 órát kint a szabadban, és se -20-ba, se +20-ba, meg +40-be se. A makrobiotika az tartalmaz húsételeket, nyilvánvaló, de mindig attól függ, hogy milyen állapotban vagyok, milyen fizikai aktivitásom van, hány fok van, mi a 4 év szakma, majd mindjárt belemegyünk a részletekbe. Tehát lényeg az, hogy szélsőségesen a mai modern elkényelmesedett világba toljuk ezeket a húsokat,
a tojás, a kontraktív összehúzó hatású, jó, kemény, az is megkeményít, sós, kemény, megkeményítő sajtokat, és akkor energetikailag, hopp, mindjárt ide jutunk, és amikor ilyen nagyon tömény, komoly, kontraktív, összehúzó hatású, megkeményítő ételeket fogyasztok, az érzelmeim is olyanok. Agresszívebb vagyok. Ugye, tehát volt egy mondás, hogy akit uralkodóvá akartak nevelni, már kora gyerekkortól nagyon sok húst adtak neki, hogy hadd legyen ilyen izgága, és ilyen. Tehát amikor például egy jógakörbe körbeállunk, megfogjuk egymás kezét, és a baloldali meg jobb oldalinak ugye fogom a kezét, és így érzem, hogy belülről ilyen. Hű, mondom, ez milyen feszültség van benne, hogy milyen üzemanyaga lehet benne. Hogy tud ő belül belső békét adni? Főleg egy nő, akinek a békét, a szeretetet, a gömbölséget, a gyors találékonyságot, hogy minden egyszeres helyzetet könnyen hogy tud megoldani a családba, gyereket, nagypapa, nagymama, úgyhogy közben még nő is tudjon maradni. Tehát akinek ilyen szelídnek kéne belül lenni, ezt a nagyon erős vibráló, összehúzó energiája van. Nézzük meg, tehát a sok indokatlan elfogyasztott sós étel, sós húsok, tojás, sós sajtok, kemény sajtokról beszélek, ez ilyen összehúzó energiájú, megkeményít, és akkor agresszív vagyok, főnökösködő, kötekedő vagyok, és tehát a szerveim is így megkeményednek. Tehát amikor lefekszünk és fölhúzzuk így a lábunkat, a térdünket, úgyhogy a talpunk a talajon van, megnyomjuk az alhasunkat, és olyan nagyon kemény, mikor vizsgálok így valakit, hű, mondom, ez szerintem 5 tojásból eszik rántott, tehát minden reggel legalább, ugye? És tényleg úgy is volt. Tehát nem kell ez a fölösleges ilyen nagy, fú, ilyen izgalom, feszültség, és tényleg agresszívek a gyerekek is. Tehát amikor mi iskolások voltunk, azért beszélgettünk egymással, osztálytársakkal, ma olyan agresszíven, türelmetlenül beszélgetnek a gyerekek egymással, és barátok. Hát ki gondolta volna? Ha, és barátok. Tehát, hát, na minden esetre, ők ugye ebbe belenevelkednek, de hol van a szelídség, a látság, a szeretet, az elfogadás, a nyitottság, amikor ilyen belül. Elég nehéz. Tehát minden esetre ezek az ételek, nem azon kívül, hogy elsavasítanak, ízületi gyulladást okoznak, és hát jönnek a reumatoid artritis problémák, ugye a májnak a kicsit, meg a hasemlének a túlterhelése, az indokatlan több állati fehérje a benne lévő hús zsírral együtt, ami hát kicsit sok, hát hova tudom ledolgozni, mikor naponta ugye kompjúter mögött ülünk, egy 40-40 centi széken 8-12 órát, mert 8 órát a kompjúter előtt, 4 órát pedig a tévékészülék előtt, szóval ahhoz ez úgy nem tudom leégetni, és így bennünk marad. Nem beszélve az a tömeges állat, tartás, ami még ezt még külön még nagyobb kockázati tényező, tehát a középpontból puf, kimegyek ide. Ahhoz, hogy egyensúlyban vagyok, mit kell lenni, a sok sósa, mit kívánok, a sok édeset, ugye? Azért, mert az édeség az lazító, széthúzó, energiájú, és akkor egy kicsikét megnyugszom, amikor ugye édeséget eszek, és ugye ilyen vagyok, és, de az se a középpontban van, mert a gyors felszívódású cukor, porcukor, barna cukor, nátcukor, méz, kristálycukor, ugye ezek, tehát a nagy mennyiségben, ugye hát főleg hát még kis mennyiségben is, ugye a kristálycukor, porcukor, ugye nátcukor, barna cukor, tehát ezek nagyon gyors felszívódású cukrok, ami gyorsan szívódik föl a vérben, fölnyomja a vércukorszintet, nem a normálisra megy vissza, hanem sokkal lejjebbre. Hú, és akkor, mikor lent van a vércukorszintem, hú, de fáradt vagyok, és akkor reggel már krónikus fáradtság van, és akkor úgy kell bennem életet lehelni, hogy hú, hogy tudok kimászni ugye az ágyból, és az egész nap előttem lévő feladat hegyeket így nyomagyon, hogy fogom ugye ezt elvégezni, mikor már reggel ilyen állapotba kelek föl. Tehát lényeg az, hogy a sok édesség, az alkohol meg a drog, ugye ez okoz ilyen nagyon széteső dolgot. Tehát nem véletlenül vágynak az emberek, hogyha ki akarok kapcsolódni, hogy fogyasztanak bizonyos tudatmódosító szereket, mert ugye ez rezeg benne, hogy hú, de jól esik egy kicsit kilazulni. Tehát, és nézzük meg, hogy milyen érzelmeket okoznak ez a sok cukor, meg ezek a műanyag, ilyen chips, vagy ezek a feldolgozott ételek, mert a rendes étel az egy leves, egy főfogás, saláta savanyúval, desszerttel, én készítettem is Kárpát-medencei alapanyagokból, a korábban a Kárpát-medencében ilyen ételeket fogyasztottak, ugye, ilyen menüt is hoztam, tehát, hogy ez a szélsőséges sok édességfogyasztás, az hova vezet? Régen
Az emberek annyi, ugye nézem a kristálycukorot, meg ugye ezeket a gyors felszívódású cukrokat, ugye annyit ettek, tehát ma egy nap alatt esznek annyit, mint régen egy év alatt. Tehát erre ugye a hasemlídnek a cellái, ugye mivel széttartó, széthúzó, a lazító energiája így feszíti szét a hasemlíd celláit. Tehát azért egy kis kihívás a szervezetemnek, mert az is egy szélsőség, ugye? És amikor ugye meg a tejtermékek, ugye annak a sok váladéknyáka is, tehát minden ilyen szétterülő energiájú. Hát, és hát akkor meg szét vagyok zuhanva, milyen érzelmeim vannak, gyere, meg is figyelhetjük magunkat, kitartásképtelen, akaratvesztett, gyenge érzelmi állapotok, depresszióra hajlamosság, meg nagyon szélsőséges ilyen rossz hangulatra, akár öngyilkossági tendenciák is az embernek ugye eszébe jut, amikor szélsőségesen ugye csak ezt a szétterülő ételeket fogyassza. Sokkal egyszerűbb középpontban lenni. Mit jelent az, hogy középpontban van az én energiám? Azt jelenti, mármint, hogy az én ételem középpontos, energetikailag középpontos étel, mert most már tudjuk, hogy mi az, ami rossz. Egyik szélsőség vonza a másikat, a sok édes, a sok sós, a sok édeset, és akkor érzelmileg így ezen a skálán mozdulok, és akkor próbáljunk békések, szeretetteljesek lenni, és így fókuszálva figyelni az én feladatom, hogy mit tehetek magamért, másokért. Ugye? Tehát nézzük meg, energetikailag középpontban a gabonák vannak. Az egy lassú főszívódású összetett szénhidrát, tehát nem gyorsan megy föl a vércukorszintünk, hanem kitartó lassú energiát ad. Tehát amikor a lónak is sok zabot adnak, ugye az egy zsíros gabona, Írországból származó melegítő hatású, akkor tele van energiával, ott szétugja a karámot, mászik a kancára, és akkor kicsit visszahozzák, hogy fölhigítják a takarmányát, hogy azért talán ezt úgy mégse. De ha nézzük meg, hogy mi az, amit itt régen fogyasztottak. Ugye, tehát itt például kezdhetem egy jó kis barna rizssel, ez a kunságból van, ugye a törökök hozták be a rizst és a kukoricát ide a Kárpát-medencébe. Egyébként hamarabb itt volt a kukorica, mielőtt még Kolumbusz felfedezte volna Amerikát, csak más volt a marketinge, ugye? Tehát a rizs meg a kukorica az nagyon régóta itt van a Kárpát-medencében, és ez egy nagyon kiegyensúlyozott, gluténmentes, biztonságos, lassú felszívódású szénhidrát a rizs. És ebből a rizsből van kerekszemű barna rizs, ami kicsit kerekebb, az tömör összehúzó energiájú, van a hosszú szemű barna rizs, ami egy szétterülő, széthúzó, hűtőhatású rizs. Tehát én azt, amikor például étrendet készítek, amikor valakinek daganatos vagy olyan állapota van, hogy nem akarjuk, hogy szóródjon a testébe, meg azt akarjuk, hogy ereje legyen, meg télen nem is eszek hosszú szemű barna is, tehát meg nincs benne semmi. Tehát hívnak engem vendégül más kontinensekre is, például voltam Dubajban, ott egy tüdődaganatos állapotot kellett ugye helyrehozni. Hát nyilvánvaló hosszú szemű barna rizs nem volt az étrendben, de amikor kimentem a városba, elmentem a sivatagba a szafarira, ott hosszú szemű barna rizst kínáltak, hát gondoltam, megeszem, hát úgyis meleg van, hát nem fáztam, ezt kétségtelen ott a sivatagba, és megettem, de semmi erőm nem volt tőle. Én Kárpát-medencei vagyok, itt vannak a gyökereim, megszoktam, hogy testes energiával teli ételt eszek, és de láttam, hogy a többiek, férfiak is eszik, és nekik volt ebből energiájuk, biztos ebbe születtek bele, nekem nem jött be. Tehát lényeg az, hogy ha azt akarom, hogy energetikailag, agyban, középpontban legyek, még a legnagyobb kánikulában is ez a kerekszemű barna rizs, és itt a kunsági barna rizs, például az kapható ilyen egyéb üzletekbe, tehát látszik, hogy nem egy hosszú szemű, tehát ezt javaslom így mindenkinek, gluténmentes, olyan nincs, hogy valakinek ez nem jó. Ugyan látok sokféle laborvizsgálatot, hogy nem jó a rizs, hát nem tudom, de próbáljuk ki, mert ugye a gyakorlatban így megy minden. Ugye főleg gluténmentes gabonákról fogok beszélni, ugye sokak mondják, hogy itt van az összes tesztje, ő nem érzékeny a gluténre, hát várjunk, nézzük meg az életbe. Semmi baja nem volt, amikor ezt tette, ahogy egy kis gluténos élelmiszer bekerült az étrendjébe, mindjárt jelzett neki a gasztitisze. Nem megy a glutén, nem megy a glutén, nem a labor eredmények, hanem hogy ő a gyakorlatban hogy érzi magát. Tehát tapasztaljuk meg, tehát amikor én ebbe az iskolába jártam éveken át, több ezer gyógyhatású étel van, nyilvánvalóan nem tudom kimondani a medical drink, medical food,
Tehát nem tudom lefordítani, mert azt jogilag nem mondhatom, de aki érti angolul, akkor tudjuk, hogy mit, tehát ez gyógyhatású étel. Ugye sok ilyen speciális étrendet tanultam, hasnemirigyulladásra, meddőségre, endometriózisra, szívérrendszeri panaszokra, ízületi gyulladásra, tehát több ezer ilyen étel van. És ugye hát az egyik nagyon fontos bázis alapanyagunk, a kerekszemű barna rizs, ugye? És a kukorica, ugye, ahogy említettem, hogy szintén bekerült a Kárpát-medencébe, annak a szénhidrátja nem szívódik föl, hogyha nem eszünk hozzá valamit. Tehát amikor egy erdélyit megkérdezünk, hogy megeszi a puliszkát, azt veszi észre, hogy mikor kimész a kapun, már éhes leszel. Ugye olvastam ebből a munkából. Kell mellélni vagy növényi fehérjét, vagy babot, vagy pirítok egy kis olajon hagymát, és akkor ugye azt úgy elfogyasztom, és akkor ugye a kukoricával együtt az jó, de hűtőhatású, és nagyon édes. Az édes íz hűtőhatású, hígítja a vért, ugye? És akkor éppen ezért mindig meg kell nézni, hogy ugye mikor fogyasztok ilyen ételt. Most azért hoztam petrezselymes puliszkát, hogy be tudjam mutatni a nyári meg a téli étrendet. Ugye írtam 4 könyvet, a tavasz, nyár, ősz, tél ételeit, és megírtam az 5. évszakot, mert bizony 5 évszak van az indián nyár, mert olyan is, hogy ott a kánikuló nyár, aztán hopp jön az ősz, nem. Van az átvezetés, ugye, amikor mindig valahonnan, valahová érkezünk az életbe, és energetikailag pont az indián nyár az a legjobb, mikor óvodából iskolába megyünk, iskolából mondjuk majd kikerülünk az életbe, és akkor utána gyerekeket nevelünk, mindig van egy átvezető szakasz, ami nagyon csodás, és éljük meg minden életszakaszunkban, ami van energetikailag pont jó, az az 5. évszak, meg van írva ez a könyvem, és most kapok segítséget, hogy beszerkesszék, hogy ugye azt is kiadjam, mert mindegyiknek megvan az az étrendje, hogy minden évszakban a legjobban érezzem magamat. Imádjam a télen a süvítő szelet, a havazást, mert melegítő hatású ételeket készítek. Imádom nyáron a kánikulát, mert hűtőhatású ételt teszek. Nyilvánvaló kukorica kukoricával van, mert hűtőhatású. És akkor mindig kitűnően érzem magam ebben a Kárpát-medencében. Nem értek ehhez, meg ezt sem merem úgy kinyilatkozni, hogy én a 4 évszaknak az étrendjét tanultam meg, tehát főleg a tanáraimhoz képest nem mondhatom, hogy ehhez értek, de azért 20 éves tapasztalatom van ebbe, és tényleg az egy tudás már, amikor egy éve így étkezem, 2 éve, 3, 4, 5 éve, akkor az már egy tudás, hogy megfigyeljem magamat. És tudom, amikor tanultam ezt, néztem a tanáraimat, aki 20-30-40 éve így él, és tanítja, hogy én nekem majd milyen lesz. Én 2 hét alatt az emésztőszervi problémáim rendbe jöttek, pedig 9 éves koromtól 46 éves koromig emésztő és urológiai problémáim voltak. Az úgy 1-2 hét alatt, hopp, így rendeződött. Ahogy abba hagytam, hogy ártok magamnak, nem ártottam magamnak, már mindjárt örült neki a szervezetem, és nyilvánvalóan annak megfelelő gyógyhatás. Tehát én mondjuk mondhatom azt, hogy én kaptam írásban gyógyító étrendet attól a hölgytől, akinek mélyrák, petefészekrák, májban 2 átétje volt, ő akkor Los Angelesbe lakott, és rám nézett, vizuális diagnózissal elmondta, hogy milyen táplálkozási szokás vezettet ahhoz a panaszhoz, ami nekem van. Ő neki is volt, a Kusi professzor írt neki egy étrendet, ő azt végigette, és akkor 15 évvel azelőtt is felépült, és most ő meg nekem írt étrendet, és én mondtam, alig várom, hogy én is már osztal másik végébe kerüljek, hogy már nem nekem kell tartani a konzultációt, mert én már kijöttem a dologból. Visszatérve, tehát a gabonák a legfontosabb bázis alapanyagjaink. És gyakorlatilag a mai étrendből nincsen egyben gabona. Tehát mitől vagyok én sziklaszilárd, 2 lábban a talajon álló bölcs, amikor a gabonáknak a tudása és az energiája nincs a testembe. Tehát a kerekszemű barna rizs, a kukorica, itt van a köles, ugye? Majd itt lehet esetleg mutatni az alapanyagokat. Ugye van egy ilyen mondás, hogy szapora, mint a köles. Mert amikor egy szem kölest én elültetek, amikor kinő a kalásza, 7000 szem van benne. Az is milyen érdekes ezek a, hogy pont 7000, ugye? Tehát azért, és amikor a tavaszi áradás kimosta a búzát, kölest ültettek akár 2-szer, és ha nagyon hosszú volt a meleg időszak, akár 3-szor. És akkor már is volt étel, ez szintén gluténmentes. Ugye, kovasav tartalma miatt tényleg kötőszöveteket rugalmassá teszi,
fogakat, csontozatokat, tehát jó erős csontozatúak voltak. Hát kellett is, mert hát olyanok voltak, hogy hát ugye nem lifttel mentek föl a második emeletre, meg amikor parkolok is, mindig a bejárathoz megyek, nehogy két méterrel többet kelljen menni, és aztán 7 lépcsőfok van, és akkor 14 lépcsőfok az első emelet, és hát nem messze parkolok, hát hogy oda menjek, nehogy azt higgyék, hogy csavargó vagyok mi. Na, tehát lényeg az, hogy azért az a köles az étrendünkben azért egy alap dolog. Tehát amikor például egy kicsi baba, amikor nincsen az anyukának rendes anyateje, akkor fogja ezt a köles, tehát komolyan 2 evőkanál kölesről beszélek, nem tudom mennyi forint, 50 vagy nem tudom, és teszek hozzá egy fél liter vizet, tiszta vizet, forrásvizet, megfőzöm, szépen mozsárba összepépezem, azt leszűröm, és van egy kis köles tej a kicsi babának, glutén mindenmentesen, és igazán táplálja őt. És biztonságos, mert ugye ő főzte meg a kölest, amit elültetek, kihajtott, képes volt a növekedésre, az ma már kész csoda. Ezt nem gondoltam volna, amikor kislány voltam, mert annyit gyomláltam, gazoltam, hogy a kertes házban nőttem föl. Nem gondoltam volna, hogy ma egy csoda, ha valamit elültetek és kihajt. És ugye, igen, tehát amikor, és egyébként meg amikor meg megmosom a kölest, és leöntöm a vizet, és egy-két szem köles kimegy a cserébe, vagy nyáron a földre, ez kinő. Tehát ez már akkor biztos, hogy babának is való, meg felnőtt embernek is. Ugye itt a desszertem is egy alma meg a köles összefőzve egy kis fahéjjal, és egy kis citrom-lisszirupal, édesavanyú vizet is csináltam belőle, mert annak is van egy májnak a regeneráló gyógyhatása. De most a gabonákról visszatérek. Tehát van a kerekszemű barnarizs, a kukorica, a köles, ez is ismert. És akkor van a hajdinánk. A hajdina jó melegítő hatású, és igazából nem gabona, hanem egy sóskának, vadsóskának a magja. És ha el is ültetjük, ugye ez nem kell ültetni, az magától, amikor kimosom, ugye lemegy a földre és kihajt, akkor tényleg olyan virágja van, mint amikor gyerekkorunkban ettük a sóskát, nem tudom, emlékeztek-e rá, hát ugye sokan vannak olyan fiatalok, mint én, és a fölfutott ugye a kerítésre, és akkor eszegettük. Na tehát ez a hajdina, ezt tudja. Nem várhatom el azt a teljes tudást, mint egy igazi gabonából, mert nem gabona. Nyilvánvaló gluténmentes, mert nem gabona, mert gabonának van az a tudás, hogy az lehet gluténmentes. Viszont tényleg, ha akarok egy gyereket, aki sporttól, energiával ellátni, hát az orosz jéghoki válogatott, minden ilyen sportolók hajdinával esznek, mi itt a Kárpát-medencében a világos hajdinát kell megvenni, nem az orosz, vagy ukrán, vagy ez a Lengyelországból hozott ilyen nagyon apró szemű megpirítottat, mert annak van egy olyan bukéja, amit nekünk így szokatlan, mert ennek nincs ilyen hátsó mellék íze. Tehát tudok ebből olyan hajdina golyót csinálni, amit mondjuk daráldióba beforgatok, közepében mondjuk egy aszalvánnyal, ami akkora erőt ad a gyereknek, hogy elképesztő, főleg karobbal, biztos mindenki látott karobfát, az a Krisztus tövis, ugye ez a hüvelyes termésű barna, hát az szintén Isten ajándéka, annyi sok ásványanyag, nyomelem, tápláló dolog van benne, és a karobporral összekeverem a megfőzött hajdinámat, teszek hozzá egy kis rizszirupot, egy kicsi édesítőt, és akkor daráldióba, közepébe aszalványt, amit egy kicsit megfőzök, hogy ne legyen olyan nagyon száraz, és ezt beteszem a gyereknek uzsonnára, hát eltolja a hegyet, meg magam is, ugye? Tehát ugye meg régen, és még most is a Dunántúlon a hurkát hajdinával is töltik meg. Ugye? Tehát én nem mondom, hogy ez egy teljesen ismeretlen dolog, még ma is használják, és ez egy nagyon fontos dolog, tehát elültetem, kihajt képes a növekedésre, és itt van a hajdina. Tehát akkor a kerekszemű barnarizs, a kukorica, a köles, a hajdina, tehát ezek itt ilyen elég alap dolgok, és akkor van még a cirok, ami a cirok söprűn van egy-két ilyen cirok magocska, az is gluténmentes. És abból készítenek ciroklisztet, és lehet kapni most már a üzletekben ezt a cirok gabonamagot. Tehát akkor ez már egy ötödik gluténmentes gabona itt a Kárpát-medencében. És régen azért sokféle gabonát ettek az emberek, nem csak a búzát, meg a róst, amiben annyi glutén van, hogy elképesztő, meg nyilvánvaló, hogy változtattak rajta azért,
hogy nagyobb súlya legyen, és akkor egy zsák gabonának drágább volt az ára a tőzsdén, és akkor tehát a terméshozama is miatt is belenyúltak, és akkor így a gluténtartalma is megnövekedett. Csak ugye most itt a táplálkozási szokásaink még ha nem is változtak meg, de mondjuk 5 gluténmentes gabona mellett, amit mindegyiket rendszeresen fogyasztottak, jó, volt egy kis búza, ugye, meg volt egy kis rozs, tehát azért itt sokféle ilyen gabona volt, amit ettek. Például az árpa, az árpában egy kevés glutén van, de Hippokratesz görög orvos nagyon szerette, mert nagyon jó béltisztító gabona. És hát ugye a gladiátorok is árpa és bab összefőzve, ez a só lett, ezt tolták egész életükbe. Olyan csontozatuk volt, hogy amikor exhumáltak ilyen gladiátorokat, akkor így fölvágták a csontjukat, és nézték, hogy nyilvánvaló, hogy milyen kemény, egyértelmű, hogy azért, mert energetikailag a gabona, bablencse, borsó és zöldség, az energetikailag minket középen tart, és érzelmileg is, fizikailag is, ilyen az agyunk, ilyen tiszta. Tudom, hol vagyok, mit akarok, miért akarok, másiknak mi a szándéka, hogyan helyezem el magam a világba, és mindjárt könnyebb az életem, és jobban tudok, ilyen nyugodt és fájdalom nélküli, betegség nélküli egészségi állapotban döntést hozni, meg kezelni a panaszokat, mint amikor én 40 évig beteg voltam. Fú, de elegem volt belőle. Hát nyilvánvalóan a legkevesebb környezeti stressz hatást nem tudtam már kezelni. Hát hogyan? Mert én sem voltam középpontban. Na, tehát lényeg az, hogy megbeszéltük, hogy kerekszemű barnarizs, ugye köles, hajdina, kukorica, és ez a cirok, ez gluténmentes, és akkor az abnak a glutamátja, a gluténja nem csinál olyan provokációt, ami a bélnyálkahártyát irritálja, és egy melegítő hatású, nagyon kellemes kis gabonánk. Ugye ezt javaslom, de úgy, hogy egybe van a gabonának a szeme. Tehát nem az, hogy meg van nyomva, pehesítve, tehát mindig olyan ételt teszek, aminek az alapanyagja olyan, hogyha elültettem, kihagy képes a növekedésre, tehát élet van benne. Tehát ha teszek hozzá vizet, hőmérsékletet, megadom neki az induláshoz azt a kódot, amitől ő életnek indul, mindig abból az anyalapanyagból készítek ételt, ami él. Nem ami le van darálva, meg le van pehesítve, az már egy halott anyag. Tehát technikailag lehet, hogy benne van a fehérje, szénhidrát, ásványanyag, csak attól nem várhatom azt el, hogy a mindennapi kihívásnak megfeleljek, hogy elhúzzam a hegyet, hogy kreatív legyek, hogy tele legyek életerővel, vidámsággal. Mert nem olyan ételt teszek, ami nekem ezt megadja. Tehát, és itt már ugye ez a probléma, hogy minden föl van szeletelve, föl van dolgozva, meg van őrölve, meg van pejhesítve, meg félig meg van főzve, hogy én otthon csak oda tegyem, aztán 10 perc alatt megfő. Tehát azt meg nem eszem. Egy rizs 45 perc alatt fő meg, egyébként a munka vele az 2 perc, 10 másodperc. Ugye fogom a barna rizst, azt leveszem ugye a polcról. Tehát itt nem a főzésben van a probléma, hanem a logisztika. Tehát leveszem a polcról, az edényem itt van, ugye a vastagtalpú edény, mert ugye csak abba fő meg, mert a láng a hőelosztó, a vastagtalp, tehát nincsen az, hogy zománcos edény, és akkor csak ahol a láng van, és ott leég, és a többi nem. Tehát akkor előveszem az edényt, tehát az is egy olyan 5 másodperc durván, hogy kinyitom az ajtót, előveszem az edényt, onnan leveszem, az mondjuk 8 másodperc is lehet, beleteszem, és akkor beleteszek egyszer-kétszer vizet, és leöntöm, az durván 40 másodperc, ugye mert egy-két főre, ha főzök, és akkor utána tisztított vízből beleteszem a kétszeres vizet, ez 2 perc, 15 másodperc. Ennél több munkám nincs vele. Tehát ennyi. Oda teszem, és békén hagyom. Amikor fölforrt, azért még van annyi, attól függ, kinek mekkora a lakása, mert amikor fölforr ez a víz a rizsem alatt, a gabona alatt, meg az árpa, az is ilyen hosszú főzési idejű, akkor oda kell menni, és le kell venni a gázt minimumra, és békén hagyni, és 30 perc múlva oda menni, és azt végképp elzárni. Tehát még az a fő munkám a gabona főzésével, hogy oda kell menni, egyszer lejjebb venni a gázt, mondjuk kinek mekkora a lakása van, tehát lehet, hogy egy 40 másodperc alatt odaér mondjuk egy nagyobb házból, egy kisebb kis otthonból pedig 8 másodperc alatt odalép, azt lejjebb veszi a gázt. Tehát így nem szabad megkeverni a gabonát, mert amikor úgy föl meg, hogy amikor fölforralom én ezt a vizet, akkor ugye a gabonával együtt ilyen gőzcsövecskék, lyukacskák lesznek, és azt puhítja meg. És ha ezt összekeverem,
akkor az életben nem pul meg. Újból ki kell magát találni, hogy hol legyen az a görcsövecske, amitől megpul. Azért mondom, hogy a gabona főzés ideje 2 perc. A gabonának a megfőzésének a munka ideje 2 perc 15 másodperc. Igen, akkor tehát csak a, mindig mondja, jaj, de nekem erre nincs, mit nincs idő. De amíg az megfő, amíg a gabonám megfő, addig megcsem a levest, a fehérje főfogásomat, megcsem a salátasavanyút, meg megcsem a desszertet, vagy más egyéb feladatot el tudok végezni. Tehát én úgy gondolom, hogy ennél gyorsabban nem tud étel elkészülni, amit munkát beleteszek, mert egy félkész cuccot megveszem, kibontom az acskot, kukábat beteszem, a kukát persze ki kell vinni, mert percek alatt megtelik, meg visszahozom, meg utána, amit elmosok, mit tudom én, mi van benne, mert olyan ragad minden benne. Tehát ez itt kímélem is a környezetet, mert nincsen szemetem. No, tehát akkor megbeszéltük ezt az 5 gluténmentes gabonát, és nagyon jó még a zabunk is, ami melegítő hatású gabona, és jól lágyát ez mindent. És lehet csinálni, hogy a barna rizshez teszek 20% zabot télen, hogy melegítő hatású legyen, és akkor a rizs zabbal, vagy a rizs árpával, hogy egy kevés glutén van benne, de nagyon jó béltisztító, akinek nincsen panasza a gluténra, és akkor a rizs hajdinával, a rizst kölessel, tehát így egybe lehet főzni, annak ellenére, hogy a köles főzés ideje az 30 perc, de csak mondom, hogy nagyon sok játéktér van ezzel. Jó, és akkor ugye van nyilvánvaló a búza, ami tavasszal nagyon jó megújuló energiát ad, és a búza szem egybe van, és az se töményen, hanem mondjuk 80% kerekszemjúban, az is 20% búza, együtt áztatom, együtt főzöm, és az áztatóvizet megtartom. Nagyon gyógyhatású az áztató vize, amikor este az edénybe beleteszem, amiben meg fogom főzni, és másnap abban az áztató vízbe főzöm. Ha például egy növényünk beteg otthon az én szobanövényem, akkor az áztató vízzel meglocsolom, és hú, így magához tér. Jó, tehát fontos, hogy az összes tudását már elkezdte az életet, elkezdte felszívni a nedvességet, hogy beindul az életnek, és pont azt az energiát teszem majd magamhoz. Tehát ezért van az, hogy néhányan, amikor ezt elkezdték, mondták, hogy legyőzhetetlennek érzem magam. Nyilvánvaló egy halott, feldolgozott étel után, ami agyon van, vagy fagyasztva, vagy ledarálva, vagy oxidálódott, és csak technikailag van benne egy-két hasznos dolog, ahelyett fölváltja életet adó alapanyagokból főzött ételre, az már így jöhet rá. Tehát bármi, amit én bedugok a számba, lenyelem, megeszem, az hat rám, annak a tudása, az hat rám. Tehát így vagyunk kalibrálva, akkor így vagyunk kalibrálva. Nagyon magas tudatossági, spirituális szinten kell annak lenni, aki meg tudja oldani, hogy rá ne így hasson. Én nem vagyok azon a magas szinten, egy egyszerű szőke nő vagyok, szerettem volna 46 évesen életben maradni, és akkor én ilyen egyszerű módszerrel energetikailag betettem azt a középpontos életenergiájú, megnyugtató, békét adó ételt magamban, ami nekem segített, és percek alatt az én évtizedes panaszaim ugye elmúltak. Mert ugye hát a tüneti kezelés mindig adja, hogy ne fájjon, csak ugye Hippokratesz görög orvos váltotta le az ételeivel. Ő az ételeivel gyógyított, Hippokratesz görög orvos. Nem én mondtam, csak sokan hallgatják ugye ezt a videót. Tehát Hippokratesz görög orvos az ételeivel gyógyított. Ugye? És akkor én ő írt makrobiosz műveket, azaz makrobiotikával segített a ő hozzáfordulókon, hogy felépüljenek. Nagyon jól kiegészíti az orvosi kezelést, hogyha mi is teszünk magunkért. Tehát megbeszéltük azt a bázist, ami nincs bent az étrendünkben, ami nagyon fontos, hogy igazából legyen bent. Tehát ma a gyerekek milyen gabonát, maximum a főtt kukoricát nyáron. Ugye? De hát annak nincs az a tudása, amire itt a 4 évszakban szükségünk van, ugye itt a melegítő hatású ételek, mert ősz, ugye meg a tél azért eléggé hűvös tud lenni. Na, tehát akkor megbeszéltük, hogy a napi táplálkozás 40-60%-ában ilyen gabona, ami egyben van. Ugye ez legyen benne, és fontos, hogy 20%-ban jó minőségű fehérjét tegyünk. Mi a különbség a jó minőségű fehérje, meg a nem javasolt fehérje között? Ugye a mai elkényelmesedett világban, ami könnyen emészthető, főleg ugye hölgytársaimnak mondom, ugye mi nem tudunk olyan gyorsan emészteni, mint egy férfi. Máshogy működik a mi testünk. A női szervezet úgy működik, hogy
minden hónapban, amikor telihold van, menstruálunk, mert ha olyan anyagot eszünk, ami nem női szervezetbe való, akkor ugye a méhnyák a hátja megvastagszik, ugye az üregekbe ledeponáljuk ezeket a salakanyagokat, ami nem oda való, méhnyák a hátja megvastagszik, és menstruációval távozik belőlünk, amit ugye helytelen ugye belapátoltunk. A férfiaknál ilyen gond nincsen, ők gyorsan égetnek, megeszi bármit, viccelődve szoktam mondani, akár a facsavart is, csak viccelek természetesen, azt leégeti, azt kijön. Tehát van neki széklete, szépen gyorsan megy. Ugye a hölgyek, ugye gyakran van nekünk ugye ez a szorulás, mert ugye a húsban, sajtban, tojásban semmi rost nincsen, tésztában nincsen rost, ugye ez a kenyérben nincsen rost, zöldségben minimális, abban sincs rost, tehát egy rost nélküli táplálkozástól nem várhatunk el azt, hogy gyönyörű perisztaltikus mozgással minden nap legyen széklet, hogy minden béltraktusom kiürüljön, és a bélnyálkahártya mikrobiom egyensúlya az én egészségemet szolgálja. Nyilvánvaló annak a diverzitása a nem hasznos baktériumok arányába ugye elmegy, azok küldik az ingert az agynak, hogy ne egyén sok édességet, mert mi attól szaporodunk, és akkor bármikor, bárhol egy nehéz nap után gyulladás tud lenni a testembe. Visszatérve a helyes fehérjékről, ami javasoltak a hölgyeknek. Ugye mi melegvérűek vagyunk, és ha egyensúlyba, középpontba akarok lenni, a kiegészítő ellentétem ugye a hidegvérűek. Ugye ezek a hal, kagyló, csigarák. Ugye amikor főzöm, ugye azt is látom, hogy mennyire könnyen megpuhulnak ezek a kis halfélék. Tehát nem kell olyan nagyon sokáig, mint egy melegvérű egyedet főznöm. Ugye, és nyilván könnyebben is tudom emészteni. Tehát igazából a női fehérje, amíg menstruál egy hölgy, azért ez úgy fontos. Lehet ilyenkor azt mondani, hogy jaj, de én nagyon erős fizikai munkát végzek. 55 évesen az ételkiszállításra főztem, 50 adagot, leves főfogásra látosan vagy ödeszertet. Higgyétek el, hogy egy 40 adagos leves az ekkora, amit én egyedül főteszem a tűzhelyre. És ezt megcsináltam, és miután letelt ez a 8 órás munkám, este 8-kor saját magam, saját kezüleg a tankonyha építését csináltam. Éjjel 1-2-ig, és hajnalba keltem, és ezt csináltam. Ezen az étrenden. Nehéz engem meggyőzni az ellenkezőjéről, hogy jaj, de hogy én... Tehát amikor tiszta a test, akkor azt a kevés ételt, ha meg tudom rágni, írtam is egy könyvet a rágni vagy nem rágni könyvről, hogy mit kell tennem, hogy annak a 100%-a felszívódjon és hasznosuljon, meg a gyomortartalom az, amikor beveszek valamit a számba, a nyállal elkeverem, és akkor ez a nyállal elkevert gyomortartalom, mert ugye az emésztés ugye itt kezdődik, hogy tialin enzim, ami a felszívódás segíti, vírusölő, baktériumölő anyagok, meg az egész életenergia keringés, amikor az állkapcsolat megmozdul, enni fogok, akkor már így beindulunk. Tehát jó, tehát mindenféleképpen azért tanuljunk meg rágni, nem kell sietni, legalább az étkezésnek adjuk meg a tiszteletet, hogy na, most én jövök. Jó, tehát akkor jó fehérjéknél tartottunk, hogy igazából a hölgyeknek ezt javaslom, ezt a állati fehérjéből, meg a kicsi gyerekeknek se, hát ők se húznak szántást, meg kamiont nem húznak maguk után, tehát nem indokolt. És tényleg, amikor a paraszti társadalmakban, amikor a földművelés volt, a természet részeként éltünk, hát nem a gyereke vett először hatalmas nagy cupákokat. Nem, hát tényleg az, aki fizikai aktivitást végzett kint a mínusz 10-20 fokba, ugye? És a kemény tél is, ugye, havazás, bármi ott, ugye, kint a szabadban, ugye az ember ott kint volt. Tehát azért tudom mondani, hogy ezen az étrenden én is 55 évesen. Ugye nem mondom, hogy nem voltam kicsit kifáradva, de megoldottam. Tehát nagyon fontosnak tartottam, hogy amikor hosszú betegség után felépültem, és megtudtam, hogy a megoldása a lábosainkban, fazekainkban vannak 1 méterre tőlünk, akkor döntöttem úgy, hogy népszerűsítem azt a tudást, azt az ételkészítő tudást, ami nekem is segített. Akkor a kislányom 8 éves volt, neki éppen egy osztálytársának meghalt az anyukája, és a 8 éves gyerekek, mindenki elkezdte félteni az anyukáját, hogy legyen, mert cserbenhagyásnak érték meg ugye ezt a veszteséget, és akkor nagyon szívesen jött, húzta, ekkora volt a gázpalack,
ugye a kis gáztűzhelyre, hogy tanítottunk, ő meg ekkora volt, azt húzta maga után, és csináltuk. Mondták is az iskolába, hogy szeretnék az iskolába is látni néhányszor, ugye nem csak a főzőiskolákon. De hát nekünk az volt a fontos, hogy én életben maradtam. Nekem a prioritásaim akkor megváltoztak. Mit érdekel? Nem volt jó tanuló nyolcadikban, de dicséretes ötössel érettségizett, és egyetemen is nagyon rendben van, 99%-kal vették fel az egyetemen. Nem tudom, mi volt az az 1%, amit elrontott. Na mindegy. Na, tehát csak mondom, hogy ilyen lelkesen indultunk ebben neki, hogy tényleg mindenkinek legyen anyukája, és mindenki legyen egészséges. Tehát így kezdtünk, és én a női egészséget ezért így felhoztam, hogy tehát én saját tapasztalatom, és írtam férfiaknak is étrendet a férfi egészsége, mert ugye máshogy működnek, mint a hölgyek, csak amikor jó minőségű fehérjéről beszélünk, és az elkényelmesedett világról beszélünk, akkor nincsen értelme kőkemény, melegvérű egyedek húsát reggeltől estig, éjjel meg a nappal fogyasztani. Nincsen értelme. Tartalmaz ez az étrend nyilvánvaló állati fehérjét, de személyiségtől is függ. Tehát például aki egy Enneagram 8-as személyiség, aki gyorsan éget, olyan a habitusa, persze, az igen, mert az ő jelleméhez is tartozik, az ő férfiasságához. Tehát most volt egy felkérés is, egy színész, nagyon szeretem a Balást, a Csórics Balást, és forgatnak vele filmet, már beszélhetek róla, főhős is egy nagyon erős hőst kell játszania, és akkor az ő karakteréhez kellett étrendet írni, és akkor a Balázssal együtt le is forgattuk azt, hogy mi az ő étrendje, milyen alapanyag, milyen arányban, hogy az a karakter kijöjjön belőle. És hát majd nézzétek meg, nem sokára jön ez a filmről, egy gyönyörű, szép pasi, aki tényleg, mint a Terminátor olyan lett. De annak meg azt az étrendet készítettem el. Tehát ugye ez van a jó fehérjékről, és ő is ezt a jó minőségű fehérjét fogyassza éjjel meg a nappal. Ugye? Tehát így. Tehát akkor ugye az állati fehérjék közül főleg ezt kell prioritásba tenni. Nem tudom általánosságban mondani, mert mindenki más. Tehát van, akinek a melegvérű egyet kell, mert az az ő személyisége, az az ő foglalkozása. Tehát így nem tudom így általánosságban ezt így mondani. De így a hölgyeknek azért tudom így ezt így javasolni, saját megtapasztalással. És aztán a női fehérje igazából a bab. Ha akarjuk, hogy úgy menjünk egy menopauza időszakon át, hogy panaszmentesen és felszabadulva szabadon éljük meg, akkor ez a bab, ez fontos, mert a mi női hormon egyensúlyunkat megtartja, ráadásul a bab erősíti a vesét, főleg a vesebab, és az elengedhetetlen. Ha megnézzük, hogy Ázsiában egész életükben rizst és babot együtt főzve, vagy rizst és babot egész életükben esznek, és nézzük meg az egészségi állapotukat, az egészen más, mint egy európai embernek. Többen is vannak, és amikor egy fogat kifúrnak egy ázsiai embernek, jó kemény, mert nincs neki csontitkulása, hogy ilyen vajpuha, mint egy európai embernek. Ugye? Tehát itt, és babból nézzük meg, nekem egyik iskolatársnőm a Joko, ugye meg 210 iskolatársam volt 82 országból, és itt a nyári összevont tanításokon itt ennyien jöttünk össze, és akkor mondják az ázsiaiak, hogy na hát igen, itt Európában nekünk könnyű, mert egész életükben ők rizst esznek és babot. Babból pedig van nekik az azuki bab, van nekik a szójabab, meg a fekete bab, az ennyi. Itt nálunk meg itt van a vörös bab, tarka bab, fehér bab, gyöngy bab, juliska bab, bab hátán, tehát salátabab, lóbab, tehát teljesen jó növényi fehérjében és rostban gazdag étel. Tehát a gabona is rostban gazdag, nyilvánvalóan már nincs lekoptatva a héja mondjuk a kerekszemű barnarizsnek, amiben ásványanyagok, nyomelemek, hegyek, tehát nagy mennyiségben vannak, és a bablencse borsóban is. Tehát amiben rost van, a rostban gazdag táplálkozás azt jelenti, hogy eszek gabonát, bablencse borsót és a csicseri borsót, a lencsét, barna lencse, zöld lencse, akinek egészség kihívása van, mert hogy puffad állandóan az a vörös lencsétől, azt szerintem nem fog puffadni, vagy ha két főzési műveletet csinál a jó minőségű fehérjéből, tehát megfőzöm mondjuk a csicseri borsót, és aztán pedig fasírtot csinálok belőle, csicseri borsó, fasírtot vagy falafelt. Hogyha az unokánk mondjuk
falafelként akarja elfogyasztani, akkor ha úgy eszi meg, igen, falafel, nem azt mondjuk, hogy csicseriborsó fasírt, vagy bagóca fasírt, mert Heves megyében a csicseriborsót bagócának hívták, és a bagóca levesbe például van hús. És ez azért volt jó, mert húsban nincsen rost, de ha bele van főzve a csicseriborsó, ugye a héjban nagyon sok rost van, és akkor a hús nem napokig pang a tápcsatornába, hanem szépen ott van a rost, és úgy a rostban gazdag csicseriborsó, és szépen úgy hopp, kijön. Tehát minden az egészséget szolgálta. Azt, hogy tudunk középpontban, harmóniában élni. Tehát a nem jó fehérjéket, ugye a jó minőségű fehérjékre, mint ahol ugye ez a hal, kagyló, csiga, rák, a hidegvérűek, ugye a kiegészítő ellentétünk, hogy középpontban legyünk, és akkor vannak a babfélék, ezerféle bab, fekete bab, vörös bab, tarka bab, fehér gyöngybab, saláta bab, ahogy megbeszéltük, lencséből a vörös lencse, barna lencse, zöld lencse, fekete lencse, és a borsóból, ugye itt van a csicseri borsó, ami nagyon jó sok fehérjét ad. Én most hoztam ide egy tányér ételt, hogy el tudjam mondani, hogy mit jelent ez, ez az ételben, ezek az arányok. Ugye van ez a gyerekdal, hogy csicseri borsó, bab, lencse, ugye már az anyuka tanította a gyerekének, hogy a legtöbb fehérje a csicseri borsóban van, aztán a babba, aztán meg a lencsébe. Ugye? Tehát ugye én nekem még ezt tanították az óvodában, ma már lehet, hogy nem, mert már ugye, ahogy említettem, akkor még nyillal lőttek, amikor én megszülettem, és a növényi fehérjék igen fontosak az életünkben. A hérészben van olyan rost, ami nem emésztődik. Tehát a rostban gazdag étkezés ezt jelenti. Tehát én ugye 40 évig tápcsatorna panaszsal működtem, 3 körzeti orvost használtam el, azok mind exitáltak, én meg mindig csak jártam kérdezni, hogy mit kell csinálni, hogy ne legyek beteg, azt egyre betegebb lettem, ugye a körzeti orvosokkal együtt szegények, mert mondták, egyek aszalcilvát a szorulásra, meg ilyesmivel, tehát nem tudtuk, de most már tudjuk, hogy a rostban gazdag táplálkozás, ahogy említettem, ezek a gabonák, mint a rizs, köles, hajdina, kukorica, ugye cirok, ez gluténmentes gabona, és akkor ehhez be lehet hozni még a zabot is, egy kis árpát is, abban van glutén, tehát mindenki nézze meg, hogy ki mire ad panaszt, ugye ebbe ez rostban gazdag, és ott vannak ugye a csicseriborsunk, a babunk, a lencsénk, ami szintén rostban gazdag. És ezután még jön az, hogy egy 30% körüli valamilyen zöldségfogást is javasolt fogyasztani. Milyen zöldségek vannak? Hát itt a Kárpát-medencében van bőven, vannak gyökeres zöldségek, ami a föld középpontja felé nő, mint a fehérrépa, a sárgarépa, a paszternák, jégcsapretek, bojtolyán gyökér, a pitypang gyökér, ugye, tehát például akinek leukémiája van, a leukémia izrendben a bojtolyán gyökér, pitypang gyökér fontos, mert az összehúzó energiájú, nem enged, hogy szétessen, főleg ha valaki kemoterápián van, nagyon fontos, hogy összetartó olyan étrendje legyen, ami segíti és kiegészíti az orvosi kezelést az ő fölépülésében. Ugye, tehát a gyökerezöltség az összehúzó hatású, lefelé energiát ad, és ezeket a stagnáló energiákat mozgatja meg a szervezetembe, ugye, deréktől lefelé. Tehát például a jégcsapretket lereszelem, kifőzöm, abban olyan hatóanyag van, hogy fölhagyja a köveket mondjuk az epé, a vesében, mozgok, szépen jön ki, és a lefelé energiájával, egy gyorsabb energiával segít megszabadítani ugye ezen a panaszomon. Persze ez az anyagcsere zavar is azért volt, mert ettem tejterméket, ugye? Na mindegy, és akkor sallakanyag kicsapódik, és akkor ez a dolog történik. Tehát lényeg az, hogy a zöldségeket a növekedési irányuk szerint is érdemes átgondolni, hogy milyen tudása van, hogy az nekem miért jó. Ha gyenge vagyok, fáradt vagyok, akkor a gyökeres zöldségeket nagyobb arányba készítem el. Tehát például csinálok egy jó húzós bablevest, és akkor abban több gyökeres zöldséget teszek, mint amennyi kerek, vagy fölfelé növekedőt. A kerekzöldség, itt a köldökünk alatt van a haránk, az életenergia központunk. Centrálisan minden irányban a kerekzöldség ugye növekszik, mint a káposzta, ugye a vöröshagyma, tehát, és ezek mindig édesek a kerekzöldségek, ugye a kerek tök is például, és ez ilyen, az édesség tudjuk, hogy megnyugtató, lazító, jó energiát adnak, és akkor nekünk ez nagyon jó, amikor ezt elkészítjük, mert itt egy ilyen laza, kis, jó, nyugodt energiánk lesz, tehát nem az, hogy így összehúzom magamat, mert stresszes vagyok, hanem tényleg egy ilyen,
megérkeztem valahova, vajon egy kis nyugalmam, ezt érezzük. És amikor én eszem a levesemet, és legutóbb vannak sűrű napjaim, és hú, annyira vágytam erre, hogy egy kicsit kilazuljak, és közben jött egy telefon, elmentem, és nem került bele a kerekzöldség a levesbe, és amikor eszem, nem éreztem az energiát, meg nem éreztem azt az ízt, ami nekem ezt a relax energiát adja. Mondom, majd akkor este, vagy holnap feltétlen, akkor beteszem. Tehát a kerek zöldségek azért legyenek ugye az ételünkben. A fölfele növekedő zöldségek, az deréktől fölfelé a stagnáló energiákat mozgatja meg. Például ott van a petrezselyemnek a zöldje, ami tényleg fölfelé nő. Abban van egy olyan hatóanyag, ugye, hogy a tüdőbe, a léghólyagba, ugye a lerakodott tejtermékek meg másnak a váladék nyálkáját megpróbálja feloldani. Ugye? És ha megnézem azt a főzési módot, hogy mondjuk gőzölök, annak a főzésinek a energetikai iránya nyilvánvaló, hogy fölfelé megy, mert itt van a levese, itt leveses fazék, van 1-2 centi víz, ide teszek mondjuk egy szűrőt, egy tejaszűrőt, forralom a vizet, és a gőz fölfelé száll. Tehát gőzölöm mondjuk a zöldséget, és akkor a zöldségnek is a növekedés iránya fölfelé van, és akkor tolom én ezt a gőzölt petrezselymet, mondjuk tavasszal ezt mindenkinek nagyon-nagyon tudom javasolni, nekem ugye nem fagy ki, nekem a fodos petrezselyem, mert hegyekben van ugye a magaságyásomban, a tankonyhában, ugye nekem van tankonyhám az alapítványnak is, magaságyás, minden, és akkor ezt a gőzölt petrezselymet fogyasztom, akkor azt veszem észre, hogy ugye a hatóanyagot föloldja a tüdőbe, és a növekedés irány is fölfelé van, köhögök és jön ki, tisztulok, szabadulok meg ettől. Tehát a növénynek a növekedés iránya, mint a százeller határozottan fölfelé nő, akkor ott van a poréhagyma, újhagyma, az is fölfelé növekszik, és akkor van olyan, ami fölfelé kiterjedő energiá, növekedési irányú, mint a karfiol, akkor ott van ez a brokkoli, és amikor persze csak 2 percre beleteszem a leves végén, hogy megpuhuljon, de rocogós legyen, ne főzzem szét, mert nem egészséges a szétfőtt zöldség, és amikor ezt megeszem, akkor a test perifériája mozgatja meg az energiát, és egyszerűen úgy érzem magam ilyenkor, amikor úszok, és úgy sokféle salakanyag, váladék nyálka persze kijön az embernek úszás után, és olyan könnyednek érzem magam. Tehát amikor ételt készítek, ugye most itt a zöldség részről van szó, akkor ugye, hogy 30% legyen az étrendemben, akkor mindig megnézem, mi a növekedési iránya, hogy azt a tudást vegyem ugye én magamhoz. És akkor így nekem már meg is van ugye az ételem, de nagyon fontos, ugye, hogy a főfogás 4 részből áll, megbeszéltük, hogy legyen benne gabona, ugye itt kerekszemű barna rizs van, ugye, és pirított dió van rajta, jelezve azt, hogy a dió az egy zsíros, melegítő hatású étel, tehát a diós barna rizs, vagy a diós köles, vagy mondjuk egy diós hajdén, az még jobban melegítő hatású, ugye? Meg energiát ad. Nyilvánvaló, akinek van táplálékallergiája a dióra, akkor pirított napraforgó, nem nyersen esszük, mert nagyon nehéz nyersen emészteni, megpirítom. Ugye, mert a dió az sok olajat tartalmaz, ugye olajos magvak, szétterülő energiájú, és azt energetikailag középpontba kell hozni egy olyan főzéssel, hogy pirítom, mert bármit pirítok, hőt teszek, az összehúzó hatású, ugye? És akkor éppen ezért itt a diót, amikor megpirítom, akkor energetikailag középre kerül, mert főzési móddal is tudok játszani azzal, hogy középpontban legyek. Tehát amikor én tudom, hogy mi akarok lenni, az leszek. Én döntöm el. Nagyon jó ez a művészet. Na, tehát ugye ez egy melegítő hatás, és közben csináltam itt köretnek megmutatva, hogy itt van a puliszka, amikor a kukoricadarát forrásban lévő vízbe tettem, kevertem, és besűrűsödött, és megkeményedett, kitöntöttem egy tepsibe, az edénybe persze beáztattam vízbe, mert azt utána nagyon nehéz elmosni azonnal örömmel, később körömmel, de azért tegyünk bele vizet, ugye, és akkor megpirítottam a petrezselymet, és így néz ki egy petrezselymes puliszka. Ugye, köretnek nyáron nagyon jó, mert ugye hűtőhatású gabona, és nem kell, hogy a kánikulába így legyen. Volt is nekem, ugye több tévécsatornába hívnak, és van olyan, hogy kánikula ételek be lehet ütni, Sebesén Szilvia kánikula ételek, és akkor ott az tele van kukoricával, ugye. Na, és itt van nekem a csicseri borsom,
és én azt csináltam, hogy úgy főztem meg, mint egy csirkét, csilipörit csináltam, ez is csilipörit, csak csicseri borsó pörkölt, ugye? Tehát tényleg, amikor kocsiba ülünk egész nap, alig várom, hogy már fölálljak, a komputer mögött ülök, vagy konzultációt tartok, mikor fogok mondom fölállni, tehát ehhez tényleg nem kell egy ilyen pipike, amit ugye kertes házban nőttem föl, tehát én vágtam csirkét, kacsát, nyulatát, így nőttünk föl, téttagú családra főztem, tehát olyan nem volt, hogy valamit nem csinálok, mert be volt osztva, hogy ki takarít, ki konyhás, ki kertet csinálja, tehát ott nem ment máshogy az élet. Na, szóval csili, ugyanúgy csináltam egy, mint a csilipörének az alapot, kuktában nagyon puhára főztem a csicseri borsót, és aztán együtt főztem, és tényleg olyan ízű, mint egy csilipöri. Tehát nehogy valaki lemondásként érje. Dr. Ornis mondta, hogy az a változtatás, ami lemondással jár, élethosszíglan nem tartható. Márpedig a múló divatétrendeket most ezt ne. Ezen az ételen nőttek föl évszázadokon át egészséges generációk. Pont. Ugye, hát ő se tudott változtatni. Ja, most egy másik ételendet fogok csinálni. Tehát nem volt más. Tehát elültette, kihajt, képes volt a növekedése, és ez megvan. Tehát megvan beszélve, hogy ilyen jó sok gabonát, 20% fehérje, itt van a chili pöri, ugye a csicseri borsó pöri, és akkor nézzük meg a zöldségfogást. Ez egy sütőtök, amit saját gőzében egy kicsit megpuhítottam. Tehát ez a saját gőzében puhult zöldség azt jelenti, hogy mondjuk 4 centis darabra vágtam a sütőtököt, ennyi vizet alá tettem, nagyon enyhén sóztam, meglefettem, és persze vastag talpú edény, megnyomtam a gázt, elpárolgott a víz, és saját gőzében megpuhult. Az ilyen zöldségfogás olyan édes lesz, mint egy desszert, és ha kikaltó energiát akarok, akkor stabil kell, hogy legyen a vércukorszintem, mert ha lemegy a vércukorszintem, gyenge vagyok, remegek, meg fázok, meg főleg itt télen. De ha ezzel a vágási főzési móddal, úgynevezett nisime vágási főzési móddal készítem el a zöldségfogásomat, mert most arról beszélünk, hogy 30% zöldségfogásról beszélek, akkor kitartó, stabil energiám van, kitartó vércukorszinttel. Nem esik le. Hát persze nem fogok olyan buta, betegítő, gyors felszívódású édesség utánra vágyni, ami elsavasít engem, és azonnal lázat csinál, vagy infekció, magyarul gyulladást, bármit tud csinálni a testembe, ugye? Tehát úgy ez itt egy zöldségfogás, és ha megnézem a salátasavanyomat, ugye, mert az kell, hogy én a gabonát, fehérjét, zöldségfogást, ezt a hármat, hogy megemészem, kell van egy-két kanál zöld savanyúság, fermentált, tehát savanyú káposzta, sós uborka, kovászos uborka, tehát ilyen erjesztett dolog. De nézzük meg például az almás lila káposztát. Ha ezt megfőzöm, ugye jó puhára főztem a lila káposztát, hozzáadtam az almát, tettem hozzá citromot, rizszirupot, hogy az édes savanyú ízű legyen, hogy valami finomság is legyen, mert a édes savanyú íz ugye májnak a regenerálását nagyon segíti, támogatja, és akkor ez a téli ételnél így néz ki. Nyáron nyersen csinálom meg az almát, és a lila káposztát lereszelem, csipet sót teszek, meg is gyúrom a lila káposztát kézzel, és akkor az almát belereszelem, és akkor nyáron hűtőhatású a nyers, hűtőhatású, ugye? És akkor nyáron kánikulában az almás lila káposzta nincs megfőzve, télen melegítő hatás miatt, ugye én ezt így csinálom. Elnézést, csak nem akarom leönteni senkit így, hogy látszódjék ugye ez a főfogás. Jó, tehát amikor ránézek egy ételre, azonnal látom, hogy kereskedelmi célban eladásra van az étel, vagy hülyennek milyen tudása van. Tehát megnézek egy étlapot, nézem, milyen tudása van. Látom, ez reumatoid artritis csinál, ez refluxot csinál, ez kolitis csinál, hát persze. Hogyne, reumatoid artritis, persze. Vagy a diabete, persze. És ezt is megmondom, hogy hány évig kell fogyasztani kitartóan, aztán biztosra megy. Persze. Jó, hát akinek az a célja, hogy figyeljenek rá egy betegség miatt, akkor tuti tippeket tudok adni. Tehát az persze. De hát, igen. Na, jaj, de vicces vagyok, bocsánat. Na, elnézést kérek. Na, tehát gyakorlatilag ennek van ez a tudása. Elmondtam ezt hűtőhatású. Elmondtam ez melegítő hatású, a salátának elmondtam a téli melegítő hatású változatát, elmondtam a nyári változatát, nyilvánvaló nyáron nem csütörtökön van, hanem van fehérrépám, van sárgarépám, és ami nagyon fontos, és itt most ez nincs így benne, a blansírozott zöld levél. Tehát az erkélyemen is van, meg a kertemben nyilvánvaló hegyekben, fodros kell, bimbos kell, nyeles kell,
tehát mindenféle kell, fejes káposzta, zöld színű levél. Ugye, mert a zöld levél, ugye az számomra olyan életerőt ad, olyan jó vérképet ad. Jó lesz a hemoglobinom, a véroxigén szállító képessége, vasban gazdag. Tehát olyan nincs, hogy egy nap valami zöldet nem eszek. Tehát itt van a leves, az is van, azon is van mondjuk nyers petezselye, de amikor tél van, csak most nem volt itt technikailag lehetősége arra, hogy nem még blansírozok, azt még hozzam ide, meg ilyenek. Pedig az egy nagyon szabályos étel lett volna. Például egy bableves, mondjuk édesburgonyával, hogy relaxáló hatásom legyen, és stabilizáljam a vércukorszintet, tehát a sok gyökeres zöldség is, meg minden édes, amit megfőzök, és mondjuk blansírozott kell káposzta levéllel. A blansírozás azt jelenti, hogy forralom a vizet, beleteszem 2 percig ugye ezt a zöld levelet, nem nyers, ugye, mert nyerset marha nehezen lehet megemészteni egy rossz bélmikrobiommal, de viszont minden vitamin benne van, és akkor a bableves föltállalva úgy, hogy 1-2 ilyen levélke, ilyen zöld blansírozott levélke, és akkor már látom, hogy nekem nagyon jó lesz a vérképem. Ugye? Mert minden van benne. Tehát ránézek, és kérem, jó lesz a hemoglobinom, mindenem jó. Mindenem jól néz ki. Ugye, és jó lesz a tápcsatornám, lesz perisztaltikus mozgásom. Tehát erről lehet tudom mondani, hogy nem fogom elmondani, mert 200 oldalt tudnék írni egy ilyen ebédről. Nem tartok föl senkit erről, csak hogy milyen tudása van az ételnek. Tehát nagyon fontos az a szemléletváltozás. Én úgy érzem, ezt mindenki elnézést kell, én nem vagyok okosnak, és senkit nem akarok így tanítgatni semmire, csak én elmondom a saját tapasztalatomat, hogy azt láttam, hogy a 210 iskolatársam közül mondjuk egyharmada ázsiai volt. Ugye minden kontinensről jöttek életben maradni, mert nem az volt, hogy na, én reggel fölkelek, és úgy döntöttem, hogy makrobiotikát akarok tanulni. Nem, csak mondták, hogy ha életben akarsz maradni, akkor figyeld, most már itt az idő, hogy te is mennyi arra. Azt elmentem, és tényleg sikerült, hál' Istennek. Hanem az ázsiaiak azt nézik, hogy milyen tudása van az ételnek, és azt magukhoz veszik. Nem értették az ázsiai iskolatársaim, hogy amikor eszük a tejfölös, sajtos, túros tésztát, ami ciszta, mioma, tumor, daganat, ugye rákos ilyen állapotoknak, leukémia, meg szóval sokféle meddőséget okoz, aftákat a szájba, ugye meggyengül a hajam, hajas fejből korpás lesz, pszoriázis, kiszárad a bőröm, tehát nem akarom sorolni, miket okoz ugye ez a sajtejföl, tejszín túró. Ez a tejfölös túrós tészta ugye egy ilyen gluténos, nem jó minőségű gluténos tésztára rátéve, ami nem étel. Tehát ezt például az ázsiaiak olyan undorral néztek rá, hogy ezt megmerjük mi enni. Hát mondom, olyan bátrak vagyunk, ugye? Hát persze. Hát megesszük, aztán megyünk orvoshoz, kiműtik, ugye a gócot belőlem, meg állandóan homlok alcsüreggyulladásom van tőle. Érdekes, havonta jártam itt, az alcsüregemet tisztították, olyan kellemes volt, mert itt átdöfték a csontot a fog fölött is, és akkor minden hónapban megtelt. Hát úgy olyan nem értettem, mondom, kérdeztem a gégészfőorvos azt, hogy nagyon cuki, szuper, nagyon nagy tudás, hogy mit csináljuk, hogy ne jöjjek ide havonta. Mert azon kívül lenne más dolgom is, de míg az megtelik, elég rosszul voltam. Tehát kellemet, a gyarcsüreggyulladás kellemetlen tud lenni. Na. Hát azt mondja, hát azt ő szívesen minden hónapban megkönnyebbít engem a panaszaimtól, ebbe maradtunk, és egy bővített mondat elég lett volna, kedves Szilvia, sajt, tejföl, tejszín, túró, jégkrém, az összes tejterméket, ha abba hagyja, nem lesz migrénes fejfájása, nem fog minden hónapban sorbálni, mert ott kint álltunk a széken 20-an, azt mindenkinek döfték át az arcüregét, a csontot, aztán tisztították. Hát egyszerűbb lett volna ezt a mondatot ugye elmondani, mert azért úgy, tehát inkább moziba mentem volna a helyet, a programom helyett, de mondom, előtte még az ember legalább rosszul van, míg na, megint oda kell menni. És most eszik. Tessék? Isten mentsen, nem mondtam meg az életemet, dehogy is. Nem, meg a nőknél túlsúlyt okoz, amikor nem menstruál. Tehát a nő, aki menopauzában a sajt, tejföl, tejszínt okoz, az folyamatos túlsúlyt okoz. Nem tud megszabadulni a túlsúlyától. Azért, mert ez a váladéknyálka a női testbe, ez megköti a vizet. És minden telihold előtt egy héttel, mi nekünk egy kicsit ott marad rajtunk, megkötjük a vizet. Ugye? Tehát, hogyha a hold a árapályt okozza, az óceánt fölhúzza, mondjuk az én 45 kilós testem nem nagy probléma neki, tehát, és ha ebben van ilyen salakanyag, hát abban beragad minden, uff, és akkor egyszerűen elkezd torzulni a testem. Tehát olyan nincs, egy nő máshogy működik, mikor menstruál, nekünk megbeszéltük, a nőknek az a
egészséget adó, biztonságos testi működése, hogy menstruál. Mert ami nem odavaló, kijön menstruációval. Ha már nem menstruál, és olyat csinál, ami nem nőjétrendnek való, viccesen szoktam mondani, hogy meguntuk az életünket, de hogy problémát csinálunk magunknak, az biztos. Az biztos. Nem így működik a női test. Nézzük meg az ázsiai nőket, ők ugye most már a civilizációval, meg a modernizációval, meg én nem értek semmihez, én csak egyszerűen szeretem, amit csinálok, nem mondok más. Valahogy kezd bekerülni Ázsiában is az étrendbe a tejtermék, és megvan, mondja nekem a Joko, hogy Szilvia, megvan az első tüdőrákos és mellrákos japán nő, ami náluk nem volt. Ugye 20 évvel ezelőtt kezdtem el a tanulmányaimat, és mondták, hogy már kezdik ezeket ott így marketingezni. Na, tehát lényeg az, hogy én olyat, ami nekem árt, azt nem. Köszönöm, ilyen 9-től 46 éves koromig annyit ártottam magamnak, hogy elképesztő. Alig vártam, hogy egészséges legyek, hogy én ettől, ezt a kincset én ne őrizzem meg, hogy én megint rosszul legyek, nincs. Nem. Tehát ilyenkor mindig szoktak a mikrobiom beszél belőlünk, mert a mikrobiom az olyan ám, hogy ugye ez a bélnyálkahártya egyensúly a hasznos, nem hasznos baktériumok aránya is. Amikor a gyereket már megetetek tejben is, tejbegrízzel, meg sajtokkal, akkor már a nem hasznos baktériumok elszaporodnak, mert ami őt táplálná, gabona, bablencse, borsó, az meg nincs az étrendjébe. És hát persze, hogy megy a sóvárgás, megy az inger az agynak, és nagyon örülök, hogy már bélagytengely könyveket már lehet kapni, mert 20 év ezelőtt, amikor én erről beszéltek, mindenki mondta, hogy én nem vagyok normális, de most már látom, hogy YouTube csatornákon orvosok is beszélnek erről, tehát nagyon hálás vagyok, hogy ugye nekem ez nem ilyen gond, de az biztos, hogy adja az ingert, hogy egyen az ember ilyet. És amikor tudom, hogy a gabona, bablencse, borsó, a zöldség adja az én bázisomat, hogy energetikailag középpontban legyek, persze lehet ehhez a halféléket, húsféléket minimálisan hozzátenni, attól függ, mi a személyiségem, milyen évszak van, ugye, mivel fogok foglalkozni, hogy mi kell, hogy én egyensúlyban legyek, de ez a bázis. És ha ezen kívül én bármi más ételt kívánok, kik laknak bennem? Akik azt akarják, hogy megint ne legyek jól. Ugye? Én olyan türelmesen kivártam. Sóvárgás van? Jó van. Majd most tudom, hogy széklettel, izzadással, vizelettel nem sokára kimentek. És ahogy elmúlt ez a sóvárgás, eszembe nem jut. A legkevésbé se, hogy én ezt az állapotomat megváltoztassam. Ki van zárva? Nincs az az Isten. Hát azt próbáljuk kikerülni. Igen. Tehát én azokról az alapanyagokról beszélek, hogy amit elültetek, kihagy képes a növekedésre. Nem mindenki tudja elültetni, tehát mondjuk, hogy a kukoricát most már nagyjából csak génmódosítottad. Hát azért van az az igazság, hogy itt arról tudunk itt beszélni, hogy a meglévő egészséges, nem génmódosított alapanyagokból mit lehet készíteni. Ez előtti dologhoz nem értek, nem tisztem, több ezer gyógyhatású étel, ital, házi betegápolás, pakolások vannak, tehát hívnak külföldre előadást tartani, Way to Health programokat, ahol csinálok tüdőpakolást, meggyógyulnak tüdőrákból az illető, ugye, mert kiegészítette az orvosi kezelést saját maga, először is nem ártott magának, hogy a tüdő léghojag tele menjen tejtermékváladék nyálkájával, tehát abba hagyta, hogy nem ártott magának, ette azt a gyógyhatású étrendet, amit én megtanultam, hogy mit kell csinálni, annak megfelelő pakolást, és akkor megvolt az orvosi kezelés, és akkor végleg felépült. Tehát én csak ezzel tudok foglalkozni, és folyamatos negyedéves nemzetközi konferenciákon veszek részt, tanulok, egymás tapasztalatait megosszuk, tehát én nekem több időm nincsen. Nincsen. Azt nem tudom, én nekem azért szerencsére olyanjaim vannak, tehát az, hogy a szántóföldtől az asztalig mit csinálnak, nem tudom, én azt tudom, hogy az asztaltól a tányérig mit kell csinálni, azzal foglalkozom, remélem, hogy olyan szinten, amilyen, hogy méltó legyek ahhoz, hogy én ezt tudjam csinálni. Tehát így ez. Tehát a tejtermékre visszatérve, szokták mondani, hogy a kecsketej, meg a bivajtej, nem. Nézzük meg, az ember kisbabája, mikor megszületik, koraszülött. Ugye? Azért koraszülött a természet szerint, a biológika szerint, mert amikor mondjuk egy őznek a gidája megszületik, hogy nyalogatja, remeg a lába, azért föláll,
tesz egy-két métert, jön, megy. Tehát van benne egy kis spirituszka, mert hát látszik, hogy ő már azért megy. Ugye, tehát az agya ki van fejlődve, mozgáskoordinációja, minden úgy rendben van. Ugye? Mert zsákmány állat, és ha kell, kis idő múlva rohanni kell a csordával együtt, hogy ugye jön mögötte a kartfogú tigris. Na most ugye itt az embernek az utóda, amikor megszületik, azért ahhoz idő kell, hogy az én gyerekem fölálljon, az fusson. Ugye? Tehát az agya, az még nincs teljesen kifejlődve, ahhoz édesíz kell, ugye? Az intelligens szénhidrát kell, hogy szépen a gyermekem mentálisan és érzelmileg kiegyensúlyozott gyermek legyen. Nem tudom, hol van a gabona ugye a gyerek étrendbe. Hát ugye, mert ez szolgálná, ugye? És akkor ezt kell nekünk enni. Tehát annak a fajnak a mirigy váladéka, a teje arra való, hogy az újszülöttje, a gida vagy a lócsikaja, az jó nagy energiával, jó nagy testtel, mi hamarabb fölnőjön, hogy húzzon, mert hát ugye zsákmány állat, ugye? És ezért így nem javasolt. Természetesen a magyar, meg a régi történelemben is használtak a lónak az erjesztett, fermentált tejtermékét, de most azok nem éltek emeletes házakba, nem ilyen üvegpalotákban, ilyen 100 emeletes üvegpalotákban éltek, nem volt mobiltelefonjuk, és nem ülő életmódot éltek. Izzadással, lehellettel ez a váladéknyálka, meg az erjesztményi teljesen más, mint mint egy nem fermentált, nem erjesztett dolog. Ugye ez nekünk nagyon segít a mikrobiomunkban. De itt van például a zab, aminek van a glutén tartalma is, be tudom oltani ilyen indítóval, és akkor szépen ezek a fermentumok benne vannak. Hát most van, ugye van ilyen makrobiotika csoport, és bizony van, hát a gluténmentes kenyerünk az van, de zabból, zabkovásszal, gluténmentes kenyér, gluténmentes pizza, majd a tankonyhában már most megbeszéltük, hogy na, csinálunk egy ilyen főzősulit, hogy csinálunk ugyanúgy olivával, gombával, mindennel, hogy ne lemondásként éljünk. Ugye, mert a gyereknek nem tudom megmondani, hogy figyeld, ettől te jobban leszel, mindenkinek taknyonyára egybefolyik, ugye állandóan kronikus lázas, meg fertőző állapotban van, ugye a tejtermék váladék nyálkája, ugye a sejt-sejt közötti állományban, meg már a nyirokban is megjelenik, nem tiszta a nyirok folyadék, hát mit várok, hogy legyek egészséges? Ugye amikor olyat eszek, amivel hát nem tiszta, kristálytiszta, szép testfolyadékjaim vannak, ugye? És ezért így javasolt nem bevinni, mert nincs az a fizikai aktivitásunk izzadással, lehellettel, hogy kijöjjön. Tehát most egyszerű, mint a faék, gabona, bablencse, borsó, zöldség, pont. Ezt tudjuk így fogyasztani, és nyilvánvaló a fermentum nagyon fontos az emésztéshez. Írtam is egy könyvet, a savanyúk saláták könyvét, 25 könyvet írtam, nem egyet, de mondjuk a saláták savanyúk könyvébe le van írva a gyorspréssali, amikor meggyúrom a rostot egy kicsi sóval, nyáron kánikulában jóval nem kell olyan erős fermentumnak, hogy legyen, de van az egyhetes sósvizes savanyú, van az egy hónapos erjesztésű savanyú káposztám, abban több fermentum van, attól függ, kinek mi az állapota, és akkor úgy csináljuk. Tehát a savanyú káposztát, a székely káposztát lehet csicseri borsóval is. Ha férfi akar benne húst, akkor egy-két húskocka lehet benne, mert a csicseri borsóban van rost, a húsban nincs rost, az a vívője, és akkor gyorsan a fehérje felszívódik, és akkor mehet kifelé az az iszap, amiben már valamennyi rostot beletettünk, ugye? Tehát azért mondom, hogy a bagóca levesben is van, és érdekes az araboknál is, a csicseri borsó meg a hús együtt fogyasztva, az már úgy sokkal másmilyennebb élettani hatású az én tápcsatornámban, mert azért csak rostot tartalmaz. És azért én voltam ott kint olyan partin, ahol volt egy normálisabb rizsem, nem ez a hosszú, csicseri borsó volt, vörös lencse volt, isteni finom volt, és akkora tudásuk volt, hogy teljes makrobiotikus ételt adtak elő. Tehát egy olyan arab szakácskönyv, ami még a tradíciókat tartja, az egy makrobiotikus szakácskönyv. Tehát ez a modernizációval van az, hogy minden elő van főzve, csak beleteszem, és úgy, hát én nekem az, tehát nem ad nekem semmit ugye az életemhez. Én, ahogy mondtam, 2,5 perc munkaidővel elkészítem a gabonát, a bablencse borsót is nagyon szépen meg kell főznöm, és van zöldségfogás. Még azért a fehérjéknél egy nagyon fontos információt kihagytam, ugye ez egy jó erős vörös bab,
Tehát ugye beáztatom kuktában, nagyon puhára főzöm, babérlevelet teszek hozzá, hogy ne okozom annyi gázképződést, Ázsiában kombu tengeri füvet tesznek bele, hogy ne okozom gázképződést, és hamarabb megfőjön. Miért kell nekem nagyon-nagyon-nagyon főzni? Mert a bablencse borsó tricin inhibitor tartalmaz, tehát ugye ezek az inhibitorok, de azért vannak a növényben, hogy ne egye meg a bogár. Hát ugye méreganyag, hogy ő is akarja, hogy növekedjen, magot adjon, tehát minden az életért van. És akkor, amikor nagyon puhára főzöm, ez a vegyület szétesik. Vagy amikor a bab kicsirázik, akkor is szétesik. De ezért nagyon fontos, hogy megfőzzük. És ugye ma, akinek már nem, mindenne puffad, még a víztől is, ugye nem tud egy bablevest megenni, mert hát már panasza van, az egyen sokáig zöldséglevest, főtt gluténmentes gabona betéttel, esetleg vöröslencsét, mert ugye abban nincsen olyan, amitől úgy puffadna, és akkor csináljam hogy szép lassan azt, hogy megfőzi, aztán meg kisüti, összegyúrja és kisüti fasírtnak. Két főzési művelettel már azért nem okozhat annyi panaszt, és így szépen majd úgy rávezeti magát, hogy ezt hogyan egye meg. Tehát nagyon fontos, hogy alaposan főzzük meg, mert különben panaszaink lehetnek. Tehát én gyakorlatilag elmondtam, hogy mit jelent a két szélsőséget okozó étel, amit gyakorlatilag csak azt teszünk, és ami középpontba tart minket, és ami az igazi életerőt adja a kognitív funkciónknak a normális működését, és érzelmileg is stabilan tart, az pont nincs az étrendben. Ugye? Pedig, ahogy elmondtam, 2,5 perc az a munkaidő, hogy megfőzöm. Itt inkább a logisztika, hogy elmegyek, beszerzem, otthon van, tehát 1-2 hónapra mindig van gabona, bablencseborsó, évekre van, ugye, mert hát egy zsák gabona, egy zsák bablencseborsó, hát azt mondom, az egér se eszi meg. Az egér nem eszi meg a babot. Annyi agya van, pedig nem túl nagy, hogy nem eszi meg. Hát tudja, hogy inhibitor van benne, és akkor neki annyi. Jó, tehát akkor ez itt egyszerű. Hát nézzük meg egy levesem. Ugye itt van például egy ilyen karfiol levesem, ugye abban van egy gyökerezöldség, fehérrépa, sárgarépa, mert tél van, és azért csak azért kicsit túldimenzionálom magamat, és mindig azért elmegyek a falig, hogy ugye tegyek az ügyért. Két gyökeres zöldség, hogy jó sok energia legyen benne. Van benne hagyma, ami nagyon jó édes relaxi, szállóízt ad, és olyan jól lenyugtat, és akkor van benne fölfelé kiterjedő ugye a karfiol. És akkor ez a három növekedés irányú zöldségem van benne, és ezeket a stagnáló energiákat mozgatja meg a testbe, sőt, tettem bele édesburgonyát is, ami vízszintesen növekszik, biztosra mentem, mert kicsit túl sokat hajtottam, és akkor már is, igen, tehát ez az én leveském, a főfogás most télen akkor egy diósbarnarizs, csiripöri, csicseriborsó pörkölt, egy almás lilakáposzta, és a zöldség köretem pedig egy saját gőzében puhult sütőtök. Onnan tudom, hogy ez egy téli menü. A nyári menü az a különbség, hogy mondjuk nem sütőtök, hanem egy csőfőt kukorica van benne, mondjuk, és a vörös káposztám és az almám pedig nyers. Az meg egy nyári menü. Ennyi, és akkor így. És a desszertem pedig itt van a köles, meg az alma, együtt főztem egy kis fahéjjal, és akkor, amikor ez itt megpult, 20 percről beszélek, tehát hú, de bonyolult volt, két evőkanál kölesről beszélek, és egy darab almáról. Jó drága volt, meg bonyolult is, ugye? Igen, és akkor ezt kérem 20 percet megpuhult, és akkor tettem bele egy kis citromot, meg rizscirupot, mert a rizs, megbeszéltük, hogy összetett szénhidrát, lassan szívódik föl a vérbe, és tartósan ott marad az a szénhidrát. És akkor 50-es glikémiás index, nem olyan, mint a kristálycukor, 220-as fölnyomja a vércukorszintet, azt lemegy, ahova nem kéne, és utána megint föl kell hozni, csak azért, hogy biztosan menjek, hogy nekem legyen életenergiám, és akkor, tehát ne legyen reggel krónikus fáradtságom, és akkor itt van pirító dió rajta. És innen látszik, hogy ott az egy téli. Hogyha tavaszi vagy nyári akarok, akkor nyers eper, vagy nyers málna van rajta, és akkor ez egy nyári deszert, ennyi. És hát tudom, hogy a kacsontozatom erős marad, mert köles az alap, ugye, hogy legyen. És akkor kérem, ez, ahogy mondom, ez aláteszem, percek alatt megpuhul, mindegyik percek alatt megpuhul. Itt a logisztika kell, meg talán az a
az a családi együttműködés, hogy mikor hazajön a család a munkából, iskolából, együtt megbeszéljük, hogy mi történt aznap, ki innen, ki osztálytárs, vagy kollega stafrizolott vagy, vagy milyen probléma van, mi legyen a család stratégiája, hogy tudjuk azt megcsinálni, hogy ez a gyerek így menjen előre, vagy ennek így lenne jobb, vagy mi legyen a nyarunk, hogyan tervezzük meg a közös programjainkat. Ugye miközben a vacsora elkészül, és akkor mindenki megvacsorázik, bedobozoljuk, betesszük a hűtőbe, reggel, mikor indulok, nyúlok a hűtőbe, és megyek. Mikor hazajövök, megint meleg étel, és akkor megint dobozolok, és megyünk szépen, megyek tovább. Ugye amikor én iskolás voltam, akkor nem volt iskolai büfé, tehát ahogy említettem, ugye akkor még nyilván lőttek, ugye 67 éves leszek májusban, tehát akkor nem volt ilyen, hogy iskolai büfé. Most is mégis fölnőttem, meg vannak még rajtam kívül ugye 67 éves emberek itt jelen, ők is fölnőttek iskolai büfé nélkül, dobozolunk, csomagolunk, visszük magunkkal, ez a biztos, tudom miből van, én készítettem, és az én mikrobiomamat támogató közegben van. Tehát bárhol máshol főzök, mindenkinek egyedi a bélmikrobiom állapota annak a... És azért nem biztos, hogy én idegen törzseket be akarok nyelni. Két kérdésem. Igen? Az egyik az, hogy tetszett említeni, hogy... Vagy tegezzük. Igen, fiatalok vagyunk, tegezzük egymást. Említetted, hogy az a jó, hogyha a gabonát megfeldolgozott állapotára. Igen. Konyhai szinten az ember, hogy a családját táplálja, hol tudunk beszerezni ilyen nem feldolgozott gabonát? Igen, igen. Jó, tehát az volt a kérdés, hogy ugye, hogy gabona, bablencse, borsó, zöldségfogásból áll az az étel, ami minket egészségben tart, érzelmileg, fizikailag, és én mondtam, hogy én igazából azzal foglalkozom, hogy az alapanyag az asztaltól, tehát ugye hogyan tud a tányérba kerülni, és az, hogy a szántóföldtől az asztalig, hogy az hogyan, azt úgy nem. Bárhol az ilyen nagyobb bioboltokban, én azt javaslom, hogy mindenki oda menjen, ne a sarkiba, mert ugye nem ezt az életmódot éli, és amikor kérek valamit, akkor nem is hallott arról az alapanyagról, holott itt az évszázadok óta nő, már ez itt a Kárpát-medencébe, és ő az ár is nézi, nem azt a tudást, ami mögötte van. Elnézést, biztos van ilyen szuper, aki ezt az életmódot éli, csak elég gyakran tapasztaltam azt, hogy nincs. De viszont az ilyen nagy kerekbe bemegyünk, mind a 72 féle alapanyagon van. Tehát ez nagyon jó. Ugye sokan mondják, hogy jaj, hát akkor mit tudok én enni? Tehát most az illető a modern ételeket eszi, 4-5 féle ételnél többet nem eszik, én 72 féle alapanyagból főzök. Ugye megbeszéltük ezt a 6-7-8 féle gabonát, ugye 40 féle bablencse borsót megbeszéltünk, 1000 féle halfélét, a zöldségből 40 féle zöldség van. Ugye, és ezt pirítom, párolom, gőzölöm, blansírozom, nisinek impiramódon készítem el, attól függ, milyen tudást akarok magamhoz venni. Tehát azért nem olyan szegény ez az étrend, ugye? Igen, igen, én is innen szerzem be, illetve mivel 20 éve csinálom, tehát van, aki megtermeli, és onnan hozzák nekem, tehát egy ilyen 20 kilós zsákban mondjuk barna rizst, és akkor az biztos, hogy onnan van, mert onnan idehozták nekem. Tehát így. A másik kérdés annak az, hogy ez egy nagyon gazdag és nagyon változatos étrendet ad, és nagyon sok új tudást, meg információt, amit legalábbis tartja, úgyhogy köszönöm. Csak van nekem egy ellenmondás a más előadóktól hallott, és szinte azt is teljesen biztosan lejük foglalkoznak. Persze, ő nekünk, tudja, persze. Neki van tapasztalati tudása. Igen. Csak az, hogy mondjuk tudjuk, hogy szeretjük ezeket a hüvelyeseket, meg a csapatokat, közben meg ugye azt hallottuk, meg tapasztaljuk, hogy a családunkban ugye nagyon sok rákos megbetegedés van, lehet lelkiokkal, meg igen, igen, igen. És a fizikai vagy mit viszünk be, az a korábbi előadóktól hallottuk, hogy egyik nagy probléma a Béla-szindrómának, amelyet ugye okoz a paradicsom, paprika, meg ezek a hüvelyesek, nem most a paradicsom, paprikát leforrázom, megszom a bőrét. Ja. Ugye állítólag ez a probléma, és emit meg, ugye, amit most felsoroltunk, hogy legyen alapján is fontos, az mind abban a csoportban benne van, hogy az áteresztő szindrómát okoz, a kiukad a és hogy az a rákosodáshoz vezet. És hogy lehet ezt a ellenvonást feloldani, egészségesen akarjuk. Jó, jó.
Elmondom a kérdést, mert nem mindenki hallotta. Tehát az volt az egyik kérdés az volt, hogy hol leszerzem az alapanyagokat, tehát ezekben a nagykerekben három ilyen nagyker van az országban, és az ország több táján, ott minden van. A másik kérdés az, hogy gyakran mondják, és most itt a lektinekről, ugye a bablencse borsóról, ugye a hüvelyesekről, és a paprika, paradicsom, padlizsánról ugye elterjedt az, hogy ez bélátteresztő szindrómát okoz. Bélátteresztő szindrómát szerintem az okoz, amikor rost nélküli táplálkozást folytatok, és tele van iszappal a béltraktusom. Ennyi. Tehát amikor sajt, tejföl, tejszín, túrót eszek, burgonyát eszek, és akkor semmi fehér rizst, mert annak az héjában ugye nincs az a rost, ami ad perisztaltikus mozgást, csak egy kis maradék szénhidrát van benne, ásványanyag, nyomelem, az persze nincsen benne. Tehát és ezek a chipsek, vagy ez a sajtos túlosztása, tehát ezek a alapanyagok, amiben nincsen semmi rost, a rost nélküli táplálkozás nagyon sok iszapot ad, és ugye az egysoros bélnyál ugye az nem nagyon tud úgy működni, tehát egysoros bélfalunk van rajta, egy kis bélnyál, és amikor megeszem, megrágom, átmegy különböző folyamatokon, nagy fermentor ugye a vastagbelünk, és akkor ugye a baktériumok megetetnek minket ásványanyaggal, szénhidráttal, vitaminnal, tehát minden, ami kell a testemnek. Ugye így van. És akkor van a bélátteresztő szindróma, amikor a szervezet azt a célt akarja megvalósítani, hogy éljen a test. Mi kell? Ahhoz az kell, hogy táplálva legyek. Viszont ez az iszappal tele béltraktus, amikor sokaknak divertikulitisze van, ugye amikor ezek a kis divertikulumok már ott áll benne az iszap, de akkor nincsen az a bélnyál egészséges módon, hogy a helyes ételt föl tudja szívni, és a vérkeringésbe szépen bejuttatni. És ilyenkor azt csinálja a test, hogy gyerünk, nyírok, folyadék, az a dolgot, hogy tisztítsd a testet. És ilyenkor itt van ugye a béltraktus, tele iszappal, mindenfélével, azért gyerekkorunktól gyűjtjük, a kakaótól kezdve mindenféle ilyen rossz, csak tejben is, tejbegrízzel, tehát csak rost nélkül leszünk, tudom, ugye, sült hús, rántott hús, krumplival, tehát ezen nőttem föl, hát meg is volt a bajom tőle, és akkor fogja, és jó nagy erővel ez a nyirok folyadék, ez beengedi a bélbe, mint a tusolóba, vagy a WC-t, mikor lehúzom jó nagy erővel, vagy a zuhatag lejön a sziklákon, jó nagy erővel benyomja a bélbe, hogy mossuk ki, mert nekem olyan kell, az egy sejtsoros bélfal, és a bélnyál tiszta legyen, mert akkor tud felszívódni a táplálék, hogy én éljek. És az benyomul, hogy az ott legyen tiszta. Mi történik? Amikor így egymásba kapaszkodnak a sejtek, és egy sejtsoros bélfal van, nem úgy, mint a bőrömnél, hogy hét réteg van, ami véd a hőmérséklettől, ütéstől, összetart ugye engemet, ugye? Ott egy sejtsor elég, mert ugye bent van, ott van a bélnyálnak tiszta kell lenni, azt ott fogja, és egy jó nagy nyomással benyomja azt a tiszta nyirok folyadékot, és amikor ez bemegy, akkor lesz az én bélnyálom, de viszont a egy sejtsoros bélfal szétnyílik. És ilyenkor vírus, baktérium, gomba, széklet bemegy a testünkbe. Mindegy, attól még él a testünk, rosszul leszünk persze, de tiszta, ott lesz a bélnyál, és akkor föl tud szívódni az étel. Ez a bélátteresztő szindróma. Igen, sajt, tejföl, tejszín, túró. Igen, sajtos tejfölös tészta, ez a édes tejtermékeknél. Biztosra megyünk, ha akarunk, hogy gyulladás legyen a testembe. Tehát ez a tejbel is, tejbegríz, meg ezek a madártej, ezek az édes cukros tejtermékek. Biztosra megyünk, ugye, mert a nem hasznos baktériumokat etetjük ezzel, és bármikor, bálhol gyulladás lesz a testbe. Tehát ha valakinek műtétre kerül a sor, mert ugye sokféle góc előfordul a testünkbe, mert ugye betettük, akkor ugye az fordul elő, hogy hát kell a műtét, életmentő műtét, vagy ki vagyok írva, készítsem fel a testemet, hogy amikor műtétre megy, akkor van a csont, az izom és a bőr, nincs bennem semmi salakanyag,
fővágnak, kiveszik a gócot, összevarnak, csókolom, megyek haza. Ilyen egyszerű. Tehát készítsen föl magamat, egyem ezt az étrendet, és akkor nincs ez a béláteresztő szindrómám, szépen valahogyan fölhozom magamat ebből. És persze ilyenkor jön citokinvihar, tehát ilyenkor az van, hogy ugye az immunrendszerem ugye a nem hasznos baktériumokat ugye rámegy, körbeveszi, falósejtek, szétdarabolják, lalalala, és akkor az immunrendszer már nem megy, hanem így özönli ki, tehát az immunrendszerem jó nagy energiával próbál engem megvédeni, mert megjönnek az üzenetek arra, hogy hát itt azért bekerült a szervezetbe olyan, ami bekerült. És akkor ilyenkor már borul az egyensúly, már nem vagyok jól. Tehát így ez a válasz arra, hogy miért van az, hogy béláteresztő szindróma. És szeretnék olyan emberrel beszélni, akinek béláteresztő szindrómája van, és ezen az étrenden van, mert nekem az volt. Most nincsen. Pedig aztán babot babba leszek, gabonát gabonával leszek, zöldséget zöldséggel leszek. És viszont az is tény, hogy van a paprika, paradicsom, padlizsán, burgonya. Tehát kétségtelen, hogy ugye, ezek a növények, ugye ez a mérgező csúcsor családjába tartozik, eleve méreganyag van benne, és nagyon savasít. De hát mondjuk például, ha ott van a nyers paradicsom, és csinálok bele mondjuk paradicsomszószt, persze nyilván valakinek refluxa van, marja a gyomrát. Viszont, ha átalakítom energetikailag is, úgyhogy ugye megpirítom a hagymát, üveges lesz, reszelek bele egy fehér répát, sárga répát, és együtt jól megpuhítom, és utána a kertemben megtermelt paradicsomból megcsináltam ezt a szószt, vagy ugye ezt a paradicsompürémet, vagy ugye ezt a paradicsomlevemet ráteszem, akkor már nem savasít, kicsit lugossá, belugosította ez a két gyökeres zöldségem. És akkor már megvan az én paradicsom öntetemet, és valóban azt, hogy a paradicsomot meg a paprikát csak úgy töményen elkezdem egy szendvicshez enni, meg lehet csinálni azt, hogy van római saláta, vagy fejes salátám, vagy van uborkám, vagy rukkola, meg madársaláta, többféle nyers zöldség van, és abban egy-két paradicsom cikkely benne van megsózva. Mert amikor megsózom, ugye a nyál is enyhén sós lugos, tehát kicsit elkezdem lugosítani ezt a savasító alapanyagot, saját sós levébe már elkezd fermentálódni, 20 perc után már nem az, amikor kiszedtem a földből. Mert sós lébe már saját levével erjedt. Ez a gyorsprés salátának az egyik ilyen gyors fermentálása, és utána már nem az. Tehát akkor ezt úgy lehet, és én őszintén megmondom, amikor megkaptam a gyógyító étrendemet attól, akinek egészség kihívása volt, és ő is kapott egyet, és fölépült, és én is kaptam, és végigettem, nem volt benne a paprika, paradicsom, padlizsán, burgonya, én 15 évig meg se parittyáztam ezeket a zöldségeket, tehát volt mellette, van még 38 magyar zöldség, tehát el voltam velük, ugye a szendvicsre lehet rukkolát, madársalátát, uborkát, lilahagymát, újhagymát, póréhagymát, azért van azért opció erre, hogy mit tudok egy szendvics mellé tenni, és akkor így ez nagyon kielégített engem, és természetesen készítettem később aztán paradicsom szószos ételeket, mert az egy spanyol makrobiotikus étel, amikor a paradicsom szószban benne van a főtt fehér gyöngybab. Ugye hát ahol meleg van, a mediterránumon, ott van ilyen, de hát nyilvánvaló sárgarépa, fehérrépa volt benne bőven, hogy azt a savasító alapanyagot lugossá tegyem, és meg van főzve. Tehát mert az biztos az ős hazájából, amikor ide behozták ezt a paradicsomot, tehát ők csodálkoznak, hogy tudja az európai ezt nyersen megenni. Tehát valamilyen főzési művel, valami behatás kell rá, hogy átváltoztassam azt a savasító hatását. Megsózom, saját levébe már erjed, kérem, az már egy fermentum. Ugye? Ugyanez a paprikával, így van. Nagyon jó előadás volt, nagyon tetszett. Köszönöm. Én igazából arról a tányérról már csak egy szép nagy marhahús szeretet. Egyébként nagyon gusztusos. Semmi baj, rá lehet tenni. Ez a köret. Mi magyarok a focin, a politikán és az étkezésen jó ezt tudjuk veszni. Nekem nem ez a szándékom. Aha, de nyugodtan én bírom a kritikát. Semmi szempontból. Én azt szeretném kérdezni, hogy a legeltetett állatok húsával tudnánk egy kicsit foglalkozni. Mert én azt hallom, azt olvasom, hogy ugye
eleve ezeket az állatokat sokkal jobban úgymond tisztelik, tehát persze, szabadon vannak tartva, uh-huh, és sokkal így van. Hát az ne, így van. Ügyesebben táplálkoznak, aha, tehát ugye a mezőn megeszik. Igen, a, igen. A uh-huh, csigáktól kezdve. A bármi, a persze, persze. Stb. Stb. És hogy ezeknek a húsa emeltek sokkal kevésbé kínáskeltő, mint a például ilyen kukoricával persze táplált. Ilyen tápos állatot. Tehát egy ipari húsok, és ugye tehát ugye erről a véleményedet. Igen, igen. Megismétlem a kérdést, hogy mindenki hallja. Tehát a szabadon természetes körülmények között élő állatoknak a húsával kapcsolatos a téma, és természetesen csak ha húst teszünk, csak erről beszélek, nincs más opció. Tehát, és ha valaki úgy gondolja, hogy számára, tehát megeszi ezt az ételt, és neki van még igénye állati fehérjére, lehet nyugodtan, és majd beáll saját magának az, hogy milyen mennyiség jó neki, vagy nem jó neki. Jó, tehát nem dogma, és mindenki egyedi. Mondom, amikor egy olyan napunk van, hogy gyorsan pörgünk, vagy például amikor nagy szellemi aktivitásom van, sokkal többet eszem. Ugye, mert az agynak a működése hihetetlen energiaigényű. Tehát amíg, amíg megírok egy könyvet, ugye, imádom, szeretem, tudom, milyen folyamat játszik le a szervezetben, hogy tudok segíteni, ahogy én nekem is segített ez az egész, és ó, eszek, hú, gyönyörűen. De amikor a kertet csinálom, ugye az alapítványomnak van zöldséges kertje a tankonyhához, és akkor én reggel jó belakom, és akkor tolom úgy, hogy késő este fejlámpával még este 10-kor is úgy teszem, és sajnálom az időt az evésre. Ugye, tehát ez az energiafogyasztás, hogy mi hogyan működik a testünkbe, meg mindenki, mondom, egyedi. Ha valaki egy ilyen nyugodt, szelíd energiájú, mondjuk egy enneagram 6-os személyiség, aki nem egy kockázatviselő személy, és szívesen kiteljesedik abban, hogy kreatív önálló egy csapatban, az nagyon jó. De mondjuk egy enneagram 8-as, aki most itt a világot itt meghódítja, meg átalakítja, az nyilvánvaló energetikailag is gyorsabban éget, több fehérje kell neki. Tehát mindenki más. Nyilvánvaló más a baba étrend, mint ahogy engem bizony sajnos hívott anyuka sírva, hogy 4 hetes a babája, és amióta 4 hetes a baba, üvölt 4 hét óta, tehát és senki nem tud aludni, és mindenki idegbajos, és véres a széklete. És hogy már 6. nap már sablekötőt kap a baba, és akkor miközben itt takarítottam a mellékhelyiséget a tankonyhámba a másnapi főzőiskolára, mondtam, hogy mit csináljon, megcsinált, és kitudom, hogy itt a telefon, hogy megvolt az első nem véres széklete a babának. Tehát más egy baba étrend, ugye? És mindenkinek más a mikrobiomja, meg más a következő nemzeték energiája, tehát amilyen egészségesek a szülők, amilyen energia van nekik, és amikor megfogan az a gyerek azt viszi tovább. Tehát ugye az én szüleim, ugye, tehát ugye 56-ban születtem, gondoljunk bele, hogy azért főleg édesanyám, ugye tömegbe lőttek, ő rohant elég gyorsan kellett szedni a lábát neki. Ugye mekkora életenergia lökés volt az, hogy én ha megszületek, akkor hogy tudok túlélni. Tehát itt ez van, annak megfelelően én kicsit többet tudtam enni, és nagyobb volt az én étkezési igényem. Tehát mondom, mindenki személyesen más. Lényeg az, hogy a megbeszélt ugye gabona, bablencse, borsó, zöldség, és akkor spirituális, érzelmileg és egészségben így középpontban tud lenni, és ennek az arányait, hogy mennyi fehérjét visz be, mennyi jó szénhidrátot, ami gluténmentes, biztonságos szénhidrát, az már egyéni függő, meg az ő mikrobiomja milyen, meg tudod változtatni a mikrobiomnak a diverzitását, az arányait, és akkor annak megfelelően fogyasztunk. Tehát én mindig olyan alapanyagokról beszélek, ami tiszta, nem meghekkelt, nem megmanipulált, hanem kinőtt a földből, és azt én megeszem, vagy természetes körülmények között. Ez, ha tudok még párhuzamot vonni, az a növény, ami bio, ugye, és nem agyon vegyszerezett, ugye, abból készítjük az ételeinket, de az a növény, ami vadon nő föl, nem hasonlítható annak a tudása ahhoz, mint ami az én kertemben
természetes gazdálkodásban növekszik. De nyilvánvaló, az élet életszerű, nem laborkörülmények között éljük az életünket, és nekünk itt ez a dolgunk, hogy lehetőleg tiszta alapanyagokból, és készítsük az ételeinket, és legyen az a tudásunk, hogy tudunk egészségben maradni, és az utódaink hogy tudnak egészségesek maradni. Tehát egy betegség, nem egészséges szülőktől, ugye a következő generáció se lesz az. Jönnek hozzám ugye sokkal, ugye csinálunk konzultációt, nagyon sok hölgynek panasza a meddőség például. És akkor persze, hát rengeteg makrobiotikus kisbaba van, volt, ahol nem is akarták, csak más egészség kihívás miatt ezt elkezdték, és hát ha egészséges, akkor a meddőség is hát így rendben van. Ja, már van már 16 éves ilyen véletlen, de most már mindig mondom, hogy kérem, vigyázunk. És ezzel csak azt szerettem volna mondani, hogy amikor valaki meddőség panasszal van, ugye a kórelőzményt előbb megbeszéljük, a mostani állapota milyen, és már három lobbikon túl van. Tehát gondoljunk bele, hogy egy rossz vérképpel, nem jó laboreredményekkel, béláteresztő szindrómával, kolitisszel, gasztritisszel küzd, és akkor még a negyedik lombiknak neki akarnak menni. Amikor egy nő fogamzóképes, akkor egészséges, kész. Tehát én azt mondom először, itt köszönöm a kérdéseket, hogy legyünk egészségesek, és akkor a megfogant következő generáció már egy egészségesebb generáció lesz, mint amikor egészségkihívással teli vagyok, és én nekem a vágyam, nyilván van nekem is a vágyam, tehát lebeszélhetetlen vágyam nekem, hogy legyen gyerekem. Ahány ember annyiféle, van akinek nem, nekem milyen, hát nem tehetek róla, mindenki más. És az is fontos, hogy milyen egészségi állapotban fogam meg a gyermek, mert az utódom ugye olyan lesz, és ha nem rontunk még tovább rajta, akkor van arra lehetőségünk, hogy egészséges új nemzedék nőjön föl, mert az egészséges, sikeres családok adják az egészséges, sikeres nemzetet. Tehát én ez a végszavam. Az előbb beszélt kérlek, szendvicsről. Köszönöm, nagyon köszönöm. Mit teszel a szendvicsre? Egyetlen milyen kenyeret teszel, uh-huh. Vagy eszel a kenyeret? Igen. A kérdés az, hogy milyen szendvicset, milyen kenyeret készítek, és mit teszek a szendvicsre. Ahogy említettem, most itt van ez a zab, ugye ez egy olyan gluténtartalmú gabona, ami hál' Istennek nem provokálja úgy a bélnyálkahártyát, hogy panaszt okoz, akár egy refluxusnak, vagy egy gasztritisznek, vagy tehát mondjuk irritábilis bélszindróma már azért nagyon speciális értelemben, meg mindenki egyedi. Tehát van ez a zabkovász, és vannak a gluténmentes gabonák, a rizsliszt, kölesliszt, hajdinaliszt, cirokliszt, és akkor ehhez olajat, sót teszek, és teszek egy kis útifűmakéjat hozzá, citromot, és szódabikarbonát, ez az egyik gluténmentes kenyér recept, a másik pedig azt, amikor ezzel a zabkovásszal készül, de valaki ad egy e-mailt, vagy kell, elküldöm a Miklósnak 6 gluténmentes kenyérreceptet, most lesz a 7. ezzel a zabkovásszal, és akkor gyönyörű, szép, és akkor utána meg mit teszek rá? Hát kérem, itt a csicseri borsot a megfőzöm, összepürézem, teszek hozzá mondjuk egy kis vöröshagymát, petrezselymet, akkor egy kicsi olajat, ugye, és akkor van egy csicseri borsó krémem, vagy humusz, ki a gyerek úgy eszi meg, hogy humusz, mert úgy jobban szereti, akkor úgy egye meg, vagy ha nem, akkor csicseri borsókrém. De ugyanezt meg lehet csinálni lencsével, lencsekrémmel, barna lencse, vörös lencse, bármilyen lencse, megfőzöm, fűszert teszek hozzá, botmixerrel összekeverem, és van egy lencsekrémem. De ugyanilyen a babkrém. Itt van például ez a vörös bab. Ha fogom ezt a vörös babot, megfőzöm, már eleve olyan illatú, mint egy sonka, a színe is olyan. És akkor teszek hozzá egy kis lila hagymát, ugyanolyan színű, mint ez, és akkor egy kis köményt teszek hozzá, fűszert, megpürézem, és mindenki azt hiszi húsvétkor, hogy ez valami sonka krém, mikor jön hozzám. Hát mondjuk téved, mert ugye én ugye az én életkoromban én már nem fogyasztok, főleg melegvérű állati fehérjét, de férfiak tőlem nyugodtan, csak nem 67 éves nők, akik már nem menstruálnak, tehát tőlem. Tehát, ahogy említettem, ezerféle étrend van. Csak hogy most arról beszélünk, hogy mit kennek a kenyeremre, például ezt a babkrémet, lencsekrémet, csicseri borsókrémet. És ha megbeszéltük azt, hogy a gabona és a bablencse borsó együtt elfogyasztása ad annyi fehérjét,
ami a mai modern elkényelmesedett embernek elegendő, akkor ez rendben van. Mert a kenyér ugye a gabonából sütöm, meg a lencsekrémet rákenem, nagyon sok nyerzöltséget teszek hozzá, amit elfogyasztok, és akkor ez jó. Ami nagyon fontos, hogy lehetőleg meleg étellel lakjunk jól, és ne a száraz étellel. Bármi, amit megeszünk, 70%-a víztartalmú legyen, nedvességtartalmú. Tehát ha egy száraz kenyérhez elfogyasztok ugye egy szendvicskrémet, ami bablencse borsóból, vagy halkrémből, bármiből, sült halból van egy ilyen halaszendvics, akkor sok nyerzöltséget tegyek hozzá, hogy legyen nedvességtartalma. Ugye a testem 70%-a víz, egyébként a földbolygó 70%-a is víz, véletlenül, és akkor próbáljuk ezt az ételünkbe tenni. Tehát miért van az, amikor mondják, hogy jaj, ígyunk 2 liter vizet? Persze, mert ezek a műanyag papundekli, ilyen fő, nem tudom milyen ételek, amíg földolgozott ételek, abban semmi nedvesség ugye nincsen, de amikor vízbe áztatom, vízbe főzöm a gabonát egy ilyennel, hát kérem, ebbe 2,5 deci víz minimum van. Ugye? Teszek bele gyümölcsöt, akkor abba is. Tehát eleve az ételen, bármi, amit itt látunk, 70% a nedvesség. Tehát ez is van. Nem akartam túl sok lenni. Tehát... A vörös lencse, az mennyire hatékony. Beszélj picit róla, mert nagyon tőlem kérdezik. A vörös lencse. Igen, igen. Hát a... Igen, a vörös lencse nagyon gyorsan megföl, 20-30 perc alatt puhára föl, szétesik. Annyi, hogy azt javasoltam itt, hogy amikor valaki a babfélétől púfadása van, de mégis növényi fehérjére vágyik, akkor főzze meg a vöröslencsét, mert az valószínűleg nem púfassza őt, és nyugodtan tegyen hozzá fokhagymát, nagyon szereti a fokhagymát, nagyon szereti a fehérrépát, úgy ízvilágban a százellert is, és akkor én teszek hozzá köményt is. Én azért teszek hozzá piros paprikát, mert a vörös lencse kisárgul, mikor megpuhítom, és akkor nem lesz ez a narancsága színe. Én azért visszavarázsolom a paprikával, na azért maradjon ugyanolyan színű, mint amikor elkezdtem főzni. Tehát... A fokhagymával jó barátságban érdemes lenni. Igen, igen, igen. Igen, de hát megbeszéltük, hogy igazából... hogy miről szól ez a dolog, csak úgy egymagában, hogy na ez az alapanyag, hogy ez jó, ezt úgy így kimondani, környezetben kell, hogy mivel és mihez képest kell. Egyébként, ha van kölestészta, már kapható, megfőzöm a kölestésztát, megfőzöm így az elmondott módon a vörös lencsét, összekeverem, olyan ízű, mint a krumplis tészta. Csak ebben van jó minőségű fehérje, jó minőségű szénhidrát, ehhez jöhet egy sós uborka, és akkor megvan az én gyermekkorom kedvenc grenadél mars étele. Csak ebbe az van benne, ami engem táplál, és nem olyan, amitől csak ilyen divertikulitiszem lesz, és ilyen iszapott rost nélkül van az én testembe. Tehát jól érzékelem azt, hogy a humusz az nem arra étel, hanem az őseink étel. Igen, hát hogy mondom... Én például rendkívül szeretem. Igen, lehet is. Hát, ahogy említettem, ugye a csicseriborsót a palócok bagócának hívták, bagócafasírt az a falafel, vagy bagócapástétom az a humusz, vagy a bagócaleves, ugye a csicseriborsaleves, tehát így tehát, meg a magyar gyerekdalunk is erről szól, hogy csicseriborsó, bablencse, hogy a növényi fehérjék nagyon fontosak. Tehát főleg igen, nekünk a hölgyeknek, tegyük vissza az étrendünkbe. Ezt így nem lehet így elmondani, mert van, amikor tápcsatorna panasz van, mert a víztől is puffad valaki. Tehát, hogy említettem, a sok gluténmentes gabonát megfőzi, lágy gluténmentes gabonakásával egy sós zöldség levessel kezdi a reggelt valaki, ez a reggeli könyvemben úgy benne van, 71 ilyen recepttel, akkor meg tud szabadulni, a segítséget ad ahhoz, tehát így szabályos, amit mondok. Tehát, hogyha gluténmentes gabonakását fogyaszt, és sós zöldség leveskét, olyan növekedés irányú zöldséggel, ami a stagnáló energiát akarja, hogy a testében az megmozduljon, akkor segít azon, hogy a refluxos panaszátból föl tudjon épülni, kiegészítve az orvosi kezelést. Kiegészítve az orvosi kezelést. Jó, tehát így. Igen. Még szerettem volna megkérdezni, hogy milyen fűszereket lehet használni, de már itt az előbbi mindenféle fűszer. Válaszban már benn volt. Persze, oregano. Kertbe található. Minden, persze, kínálat, persze. Szabadon felhasználható. Mert igen. Ezek az alapok, ez nagyon fontos. Igen, igen, igen. Igen, igen. Az, hogy most mivel lehet ízesíteni, mert
Igen, igen. Megenni, csak úgy magával. Persze, hát só, hát a só kell, először is a sóval az első ízesítő, olyan nincs, hogy nem teszek sót az ételemben, mert a só vezeti az áramlást az én testembe. Tehát olyan nincs, hogy sótlanul eszem. Tehát az az első, tehát az már készül az étel. Ugye az volt a kérdés, hogy milyen más ízesítő van. Tehát nyilvánvaló oregano, kakukkfű, kapor, bazsalikom, ugye a paradicsomos ételekhez, a majoranna, tehát van benne, kell hozzá, őszintén meg kell mondani, én az ételszakon végeztem, és a különböző vágási, főzési módokon, hatóanyagban, hogy mit tud az az étel, és hogyan tud segíteni különböző egészség kihívásokon, én ezt tanultam. Nem a fűszer szakon, gyógynövény szakon nem végeztem, de tegyünk hozzá, nyilvánvaló, csak kell az a tudásnak is lenni, hogy a kakukkfű, hogy segíti a légutakat ugye szabaddá tenni, és akkor azt úgy fogyassz el. De például, ha influenzás időszak van, akkor két vöröshagyma, meg egy gerez fokhagyma segít az ügyön, hogy a két vöröshagymát apró kockára vágom, kicsit megfuttatom, üvegessel, fölengedem vízzel, hozzáteszem a fokhagymát, fölengedem vízzel, botmixerezem, és ha kell, lereszelem a gyömbért, és amikor, ha nincs reflux, mert valakinek refluxa van, kontraindikált, hogy gyömbért tegyen az ételben, mert ugye kimarja a gyomornyálkahártyát, és azt úgy beleteszem, és akkor van egy gyömbéres vöröshagyma krémlevesem, ami nagyon jó, és abba lehet kakukkfűvet tenni, ami szintén a légutakat segíti szabaddá tenni, és akkor maradt két vöröshagymának a héja, meg egy-két gerez vörös fokhagymának is a héja, ezt megfőzöm 2 dl vízbe, leszek kedves elfogyasztani, ha kell, ebbe is lehet beletenni gyömbért, és akkor régen meghűlésre ezt fogyasztották. Kérem, két vöröshagymáról beszélek, és egy gerez fokhagymáról, és egy kis kakukkfűről. Tehát meg tiszta vízzel. Na igen, itt mondja valaki, hogy nagyon használ, persze, hát nem én találtam föl, én is tanultam ezt az egészet. Tehát visszatérve lehet használni fűszereket, ízesítőket, tudni kell, hogy annak az illóolaj tartalma, milyen élettani hatás, azt nem úgy szórom, mint bolond a lisztet, hanem legyen egy tudás abba is. Csak amikor valaki jön hozzám a tankonyhába megtanulni, ételt készíteni, akkor mi játszunk a gabonákkal. Én a gabonából tudok levest, főfogás alát, a savanyú desszertet csinálni, tehát gyümölcsrizs, gyümölcsös köles, tehát itt ugye, ez itt így, itt van, ugye? És akkor van ugye ez a gabonák, jó szénhidrátok főzőiskola, utána van a jó fehérjék főzőiskola, és akkor csinálunk fasírtot, szendvicskrémet, leveseket, rakottakat, desszertet is csinálok, ugye, fehérjéből, tehát mondjuk lehet a szelídgesztenyét babbal együtt főzni, remixelni, vagy lehet mondjuk van egy úgynevezett azuki bab, az gyümölcsíző bab, megfőzöm az azuki babot asszalvánnyal, remixelem, olyan, mint egy bordó lekvár, tehát isteni finom és fehérje tartalmú. Attól függ, hogyha a levesben nincs fehérje, csak zöldséglevesen van, a főfogás csak mondjuk egy lencseétel, akkor a desszertemben legyen egy bab, hogy a megfelelő fehérje aznap benne legyen. Tehát a menütervezés több éves tantárgy, nem fogom elmondani, nem kell megijedni. Jó, tehát nem vagyok olyan, legalábbis nem vagyok ijesztő, úgy gondolom. És akkor a harmadik téma a főzőiskolámba a zöldségfogások. Az nagyon érdekes volt. Volt egy nagy, mindenki nagyon cuki, aki jön hozzám, és egyszer a feleség nem ért el, és elküldte a férjét a főzősulira, az a pasi a vízforraláshoz is szakácskönyvet vett elő. Nagyon értett hozzá, de ott kellett neki lennie. Na most kedves volt, aranyos, mosolygott, szépen minden, és a zöldségfogásból megcsináltam hűtőhatású, melegítőhatásút, vércukorszín stabilizáló, kitartó energiát adott, tehát ott játszottunk, hogy milyen vágási, főzési módokkal, hogyan alakítom át az alapanyag tudását, ami nekem kell. Attól függ, hogy most mi akar, hogy gyors energiát adok, hogy gyorsan gyufaszára vágom a gyökerezőséget, gyors pirítással, hopp, fölfelé energiát ad nekem. Mindegy, és akkor itt voltak ezek az elkészült dolgok a tányérján, és azt lefotóztam, az a kedves, mosolygos férfi arc, hogy ugyanaz az alapanyag, más főzési móddal, más ízű, és kérdeztem, és vettük föl filmre, hogy kinek mi a vélemény, azt mondja, hát ő most minden falatot élvez, és látszott, hogy élvezte, hogy nem akarta elhinni. És tudom, hogy amikor van ez a négy részes sorozatom, meg a desszert, ugye ezt ha megtanuljuk, akkor utána élethez szóló tudásunk van ugye a jobb minőségű élethez, és akkor itt ezen a zöldségfogások, meg menütervezés tanfolyamon nem szoktak annyian lenni, és azt mondta valaki, hogy ez volt a legjobb. Hát meg gabonából csinálunk annyit,
Bablacsa borsót csinálunk, annyi mindent, de hogy miket tudnak, és hogyan alakítom át, hogy nekem ez olyan legyen, mint ahogy itt elmondtam, hogy itt van ez az almás lila káposzta, ha megvan főzve a lila káposzta, és amikor a végén beleteszem az almát, az egy téli savanyú salátaféle, de ha nyersen csinálom, a nyers sütőhatású, és nincs megfőzve, csak meg van sózva, az pedig egy nyári saláta savanyú. De azért ott tudunk varázsolni, ahogy mondtam, hogy milyen vágási, főzési móda, és milyen növekedési irányú, és milyen tudású zöldségből mit csinálok, és az a férfiön elégedetten azt a hatalmas különbséget ugyanabból az alapanyagból, ahogy ette, és kicsit beljebb jutott a konyha technológiai tudásából, hogy a vízforraláshoz ugye szakácskönyvet vett elő. Nem használsz meg, ugyan? Említetted a rendőr burgonyát. Itt van egy kérdés, az édes burgonyát természetesen használjuk, mert nem a mérgez, nem abból a csúcsor családjába tartott, tehát nem az a mérgező növény, mert szolanin tartalmaz. Mi hogy ették a burgonyát az őseink? Azt csinálták, én csak nagymamánál láttam, meg volt tisztítva a burgonya, és be volt élve egy fehér kerámia tálba, és egész napot tázott. Ki is ment belőle minden, ami benne volt. Éppen ezért mi, amikor csináljuk a zöldségeket, akkor lehomogtalanítom, hogy tiszta legyen, földarabolom, és már főzöm, és nem mosom le még egyszer, ami benne van. Igen, a burgonyáról, hogy hogyan készítem. Tehát gyakorlatilag kiáztatom, és kijön belőle minden. Tehát amikor én ételt készítek, a zöldségeket megtisztítom, hogy tiszta legyen, és miután földaraboltam, már főzöm, és nincs az, hogy még egyszer kimosom, mert akkor a hatóanyagot is kimosom belőle. És pontosan, amikor valaki ugye ezt a burgonyát fogyasztották, mindig úgy fogyasztották, hogy ázott. Tessék? Ja, tehát muszáj, hogy kiázon a hatóanyag, ami benne van. Ez a szolanin. Hát én két napig. Tehát én már sokáig áztatnám. Én már nem... Tehát az biztos, hogy órákon át kell áztatni, hogy belőle kijöjjön. Erről nincs nagyon tudásom, mivel én nem használok ilyen alapanyagot, de az biztos, hogy ezt áztattuk. Jó, hát ha nincsen több kérdés, igen... Ezeket én még a füstölt húsokról a véleményét, illetve hogy ha szalonna, akkor füstölt szalonna, vagy fehér szalonna. Igen, az az igazság, hogy nagy tudásom, tehát a kérdés az, hogy a füstölt húsokról, a nyers szalonna, nyers hús, füstölt szalonnák, hogy a füstölt és mi a véleményem, az az igazság, hogy nincs nagy tudásom. Én úgy gondolom, hogy a tartósításnak sokféle lehetősége van, ugye régen nem volt hűtőszekrény, és régen nagyon jól megcsinálták, hogy podították a húst, elvitték, vizet tettek hozzá, mint egy húsleves kocka, és tényleg abban az volt, hogy összekoncentrálták. Tehát valahogyan valamilyen tartósítási módszert csináltak, besózták, ugye, mert attól se tudott nagyon romlani, mert ugye ha levágok egy állatot, meghal, akkor azonnal elkezdik a baktériumok szétomlani, hogy a tetem az mi hamarabb, ugye a földből jövünk, földbe visszamenjen. Tehát elnézést kérek, nem tudok erre nagyon válaszolni, hogy ez a tartósítási mód az mit csinál, mit nem csinál. Az biztos, hogy az a hús, ami nyers és még füstölve van, még több koncentrált, összehúzó, majdnem mondtam, hogy energiát tesz bele, az még töményebb, még nagyobb erőt ad. Az biztos, hogy tehát ha itt vagyunk, a bablencse, borsó, gabona, zöldségfogások alapanyagommal, és ha húst teszek, az ide kivisz engem, és hogyha füstölt húst, az meg még jobban. Mert még több ilyen összehúzó, összetartó, megkeményed energiát ad. Hát nem baj az, tehát valahogy tartósítani kellett, mert nem volt hűtőszekrény. Tehát elnézést, hogy nagyon nem, mivel hogy a mai modern embernek az étrendjéről beszéltem, tartalmaz húst, nyilvánvaló nem kortól, foglalkozástól, személyiségtől nem független az, hogy ki hogyan fogyaszt állati fehérjét. Persze, ez nem dogma. Én csak azért hoztam ezt az ételt, mert ez például gyermeknek, nőnek tökéletes. A férfi, ha gondolja, egy szelet halat, vagy bármiféle más állati fehérjét rátehet, de ez legyen meg. Ugye, mert megbeszéltük, hogy a húsban nincs rost, ebben meg van rost, és a rost nélküli táplálkozás adja a problémáinkat. Köszönjük. Na, akkor én nagyon szépen köszönöm ezt a...